Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Folytassuk a magas szintű programozási nyelvek egy elméleti részét, illetve részben majd a labor részét is, hiszen folytatnunk kell a programot, mégpedig a grafikus programot, amit elkezdtünk a múlt héten. Pontosabban megnéztük, hogy miket is kéne tudnia, hogyan is kéne működnie, és most elkezdjük implementálni. Szépen sorba haladva, most elkezdjük a egyes ilyen grafikus osztályokat, ahogy a címből is látjátok. Erről fog szólni a mai alkalom. Egyrészt itt az előadás négytől, meg majd a labor felvezetés is 7-től. Jó pár osztályt meg kell írnunk, úgyhogy ezt most fogjuk gyakorolni. E, nem is keveset. Jó, úgyhogy ez a mai téma, üdvözlök mindenkit! Sziasztok! Kezdjük el, és akkor egy rövid prezentációval megint felvezetném akkor a, a, dolgot. De tényleg csak, csak úgy röviden, mert úgyis majd a kód lesz a lényeg. Jó, úgyhogy grafika osztályok, és akkor nyilván a tartalom, ugye kicsit beszélni fogunk megint a rajzolásról, csak rápillantunk, hogy, hogy hogyan is néz ki, megbeszéljük a modellt, meg hogy hogyan szervezzük a kódot, és akkor jönnek ezek az interfész osztályok, amikről beszélgettünk már múlt alkalommal, hogy tulajdonképpen ezek úgymond interfész lesz ehhez a Fultic Library-hez, hogy errejtsük, Tulajdonképpen a Fultic Library-nek a, a kódját, illetve ott a, a különböző ilyen függvényhív, a rajzoló függvényeket, meg ilyesmi. Ugye beszéltük, hogy ez a Fultic Library, ez egy C-Library, és hát meglehetősen, hát meglehetősen hát problémás a használata, tehát nem egyszerű a használata, inkább maradjunk annyiba. És adódott az ötlet, hogy akkor csináljunk egy ilyen interface library-t rá, implementálunk osztályokat, és ezek az osztályokat, tehát ezek az osztályok fogják használni a Fultic Library-t, így nekünk sokkal egyszerűbb dolgunk lesz, nem kell emlékeznünk a függvényre, hogy fú, hogy is volt, hanem csinálunk objektumokat, és azokat viszonylag könnyen tudjuk paraméterezni. Jó. És akkor itt látunk pár ilyen interfész osztályt, bár mondjuk itt azért van egy administratív osztály is, ugye a Point, meg sőt van egy másik a Color, bár mondjuk az is interfész, de ne szaladjunk előre. Ezeket fogjuk megnézni, Hát, megpróbáljuk ma mindent megnézni, eh, ahogy sikerül, persze. De alapvetően ez lenne a cél, hogy ezeket megnézzük. Jó, és akkor ugye néztük már ezt a disz, display modellt, ugye eh, tulajdonképpen ugye a, az egyes ilyen objektumainkat, egyes alakzatainkat, így fölcsatoljuk az ablakra, ugye ez az e etecs hívással, ugye. Eh, Ugye az ablak pedig majd rajzolni fog, hogy hívja majd a draw függvényt, de majd ha odaérünk, akkor ezt is megnézzük, most még nem vagyunk ott. És tulajdonképpen a display engine lesz az, ami ezt a kirajzolást majd valamilyen értelemben el fogja végezni, de majd ezt is kicsit később néznénk meg. Jó, és akkor hogyan van szervezve a, a kódunk? Hát alapvetően ezért most egy kicsit nehezen átlátható, én úgy gondolom. Ugye az előző fejezetben megnéztük, hogy inkludolni kell két, két headert, ugye ezek azok a headerök, amikben az, ugye, hát egyrészt ugye az interfész, illetve hogy a maga után az implementációt is, tehát ahol ezek az egyes grafikus osztályok vannak implementálva, illetve ahol az ablak nyilván, amire rajzolunk, implementálva van. Ugye ez az, amit elkezdtünk írni múltkor, és ki is próbálgattuk, hogy pár ilyen alakzatot földobtunk, meg képet, meg, meg grafikon, meg függvényt, meg ilyesmiket rajzolgattunk. És akkor ugye, nyilván itt van nekünk egy ilyen egy interfész, ugye, amivel az egyes alakzatokat csináljuk, ugye Ebbe lesz majd a shape osztály, illetve minden egyéb ilyen, ilyen grafikus osztály, amit most használni fogunk ebbe a, a programba. És ugye ennek van ugye a kódja az implementációba, a graph.cpp forrásfájba. Ezt a két fájt fogjuk ma elkészíteni részben, mert a sépet majd jövő héten fogjuk, mert ez egy picit több, több magyarázatot igényel. Úgyhogy azt ma nem fogjuk ott van már benne, előkészítettem, tehát e, működni fog, de ma a jövő héten eseteljük, ma a többit e, fogjuk megírni. Jó. Emellett ott van ugye a window, ugye a, az ablakhoz szükséges interfészek, tehát az, hogy a, a full tick library ablakrajzoló függvényét tudjuk használni, illetve az ablak kezelő, illetve Hát tulajdonképpen ablakkezelő eszközeit tudjuk használni, ez is ö, írunk, majd nyilván itt ez alatt is lesz egy implementációs kód. Ezt majd hát valószínű három hét múlva írjuk, de majd ahogy kijön a lépés. Illetve itt van egy ilyen GUI interfész is, ezek meg különböző ilyen GUI eszközök, widgetek, ilyen szövegbekérő mezők, szövegkíró mezők, gombok, ö, ilyenek lesznek uh, itt ebben implementálva, ezt is meg fogjuk nézni pár hét múlva. Jó, szerintem ezt a gui meg az ablakot nagyjából egy, egy időpillanatban, és uh, ugye itt van a GUI-nak is a kódja, amint odaérünk, megnézzük, hogy hogy van egy ilyen gomb implementálva, vagy egy szövegbekérőmező, vagy ilyesmi. Jó, nyilván ezek, uh, ezek, ezek az eszközök használják ugye a point, uh, struktúránkat, point osztályunkat, ami egyelőre csak egy egyszerű struktúra, de majd mindjárt megnézzük. Ezek azért maga a pont az mindenhol előjön, az egy elég fontos rész. És akkor ugye itt vannak, ugye mindegyik ugye hivatkozik a fultik headerökre, illetve azok mögött pedig valahol ott van a kód is. Na ezeket már nem fogjuk megnézni, tényleg ezeket csak használni fogjuk. Isten ments, hogy mi most ezeket itt mélységeibe elemezgessük. Jó. Tehát ami a mai nap témája, az ugye a, a Graph Header, illetve a Graph e, header található prototípusok implementációja. Ezt fogjuk ma elvégezni. Jó. És akkor, ugye egy forrásfájlok, pici ismétlés, ugye ezt néztük azért Bevprogon, e, hát nem tudom, hogy eljutottunk-e oda pontosan, most nem emlékszem, hogy itt a... Ott a számológépnél, amikor elkezdtük ott a token osztályt, meg ott a token stream osztályt, meg ilyeneket csinálgattuk, vagy például a, a, a dátum osztálynál, hogy ezeket megnéztük-e, hogy hogyan lehet ezeket különvenni, nem vagyok benne biztos, most megnézzük. Ugye, hogy külön kivesszük hedörökbe, ugye ezeket az inform, in, interfész információkat tartalmazza, konkrétan a deklarációkat ugye ezeket inkludáljuk a felhasználói oldalon, és ezek mögött van egy CPP kód, amiben megjelenik az implementáció, ugye ez az implementation file, vagy code file, ki hogy nevezi. És ezek már ugye a definíciók, tehát a, az egyes függvények, illetve az egyes osztályoknak a hát pontos definíciója, bár nyilván itt is azért, azért egy pici átfedés van, mert azért sok mindent már megírunk a headerbe, de majd ha odaírunk, mutatom. És ugye ebbe a fájba pedig a header inkludoljuk be, ugye, hogy nyilván látszódjanak a, a, definíciók, pontosabban a deklarációk, és ezeket használjuk. És ugye ezt, amit mondtam, a, a GraphH header-t fogjuk egyrészt megnézni, majd megnézzük a GráfCPP CPP fájt, alapvetően egyszerre fogjuk írni a kettőt, szépen objektumról objektumra haladunk, definiáljuk az adott objektumot a headerbe, pontosabban deklaráljuk az adott objektumot a headerbe, majd definiáljuk ugye a cpp osztályba. Jó. Amint még mondanék, hogy egyelőre a Windows header és a Windows cpp fájt ne nézzük meg, mert nagy dózisban tartalmaz, még nem tanult C++ eszközöket és okozhat álmatlan éjszakákat, de oda fogunk érni, meg fogjuk nézni ezt is, ígérem. Jó. Na, úgyhogy ö, alapvetően így néz neki a dolog. Öm, ez részben egy pici ismétlés, már azért erről beszéltünk Befprogon, de azért érdemes felelveveníteni. Na most alapvetően ez a hedörözés, meg CPP fáj, meg implementációs fáj, meg inkludálás, ez hát manapság a CPP-nek fogalmazunk úgy, hogy egyik gyengéje mert nagyon komoly kavarodást tud okozni. Már itt láttam is a Discordon is okozott problémát néhányatoknak, főleg a font, fontos osztálynak a, az inkludja. Ezen dolgoznak most jelenleg, hogy ezt valahogy megoldják. Mi is fogunk nézni egy pár ilyen dolgot majd elvileg később, hogy, hogy ez, ez, ezt hogyan javíthatjuk. Ez egy gyengéje a C++-nak. Valószínű majd javítani fognak ezen, már szerintem folyamatban is van, hogy ezen dolgoznak. A következő szabványban szerintem már valami megoldás erre lesz is, de azért addig nájunk fél lábon, szerintem pár évig még ez, ez, el fog tartani. De ez mindenképp egy gyengéje. Most más nyelvekhez képest mondjuk, ha veszünk egy Python-t, ahol ilyen, tényleg ilyen modulokat importálunk be, vagy mondjuk egy, akár egy Java-t is, ahol, ahol tényleg azért sokkal kényelmesebbek ezek az include importok. Hát itt, itt nem az. Jó, tehát ez, ez tényleg egy gyengéje. De a visszafele kompatibilitás miatt, ugye, hogy a, a C-vel kompatibilis legyen, ez még benne van. Nem sokáig. Jó, ezt, ezen fognak javítani. De most még ez azért, azért nem, nem túl szuper. Megnézzük, hogy most mit tehetünk, amíg ez, a, ez az update el nem készül. Na de, menjünk tovább. És akkor pár ilyen design megjegyzés már így előre, ugye, hogy nyilván a, 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 program dizájnja mögött az legyen az eszme, hogy közvetlenül jelenítsük meg a kódban a, azt a koncepciót, amit, amit, mi gondolunk. És akkor itt van például egy ilyen, hogy, hogy a, a window osztály, vagy hát a window forrás, úgymond, az legyen az ablak, amit a képernyőn látunk. Jó, hát más rendszereken ez máshogy néz ki, különböző rendszereken különböző félképpen néznek ki, de ez ugye nem probléma, sőt, hát majd, hogy nem azt mondom, hogy ez egy kényelmi eszköz, nyilván, hogyha én ezt a programot élesítem egy macOS-en, akkor az az ablak nézzen ki úgy, macos en ahogy a macos nek a dizájnja adja, ugye? És akkor nézhetjük mondjuk az, új, az egyen régebbit, vagy az új macos t hogy, hogy ami elindítom a programot, az nézen ki úgy, ahogy a macOS dizájnja -e diktálja. Vagy ugye Linuxon, vagy Windowson, tehát mindig az adott op rendszernek a megjelenítői. Jó, mondjuk ez most nem feltétlenül tartozik ide, de mindenképp érdemes megjegyezni, hogy ez különböző oprendszereken különböző féleképpen fog kinézni. Vagy akkor mondjuk legyen egy line nyilván itt is az, hogy egy vonal amik látsz az ablakba, tehát ne, ne valami gridet akarjunk, vagy valami egyebet, hanem tényleg az legyen, amit szeretnénk, és ez egy fontos design megkötés. Ugyanígy a pointra is, hogy egy koordináta pont legyen. Jó. Akkor ott lesz majd a séposztály, erről majd jövő héten részletesen beszélünk, mert az egy kicsit nehezebb emésztésű dolog, de mindenképpen az is, hogy, hogy mi a közös ezekbe az alakzatokba. Ugye, amikor azt mondom, hogy, hogy egy alakzat osztály, tehát egy shape class, hogy mi az, ami minden alakzatban közös, mi az, ami minden alakzatban benne kell, hogy legyen, mi az, amit minden alakzat tud. Jó, ne szaladjunk előre, jövő héten megbeszéljük. És vagy mondjuk ott van a color, ugye a szín, hát nyilván a, a piros, ha azt mondom, hogy color red, az ne a piros legyen, és így tovább. Jó, tehát nyilván figyeljünk a, a design koncepciókra. Itt van a, a pont osztályunk meg fogjuk írni, nagyon egyszerű egy egyszerű kis struktúra lesz. Az egészet bele fogjuk domni egy Graph library névtérbe, csak hogy nehogy ütközzünk valamivel, ugye azért point osztályt biztos vagyok benne, hogy sokan írtak, ezért beletesszük az minden beleteszünk egy névtérbe, nehogy valami gond legyen, és akkor ott tudjuk definiálni ezeket az osztályokat struktúrákat, illetve minden egyes függvényt, amit használni fogunk. Jó. És akkor ugye, hogy milyen van egy pontnak, hát ugye XY koordinátája, nagyon egyszerű, nem bonyolítjuk túl, lesz egy nagyon egyszerű kis konstruktora is, amivel át tudunk adni két, tehát egy, egy ugye a koordinátákat nyilván szabályszerűen, és egyszerűen csak értékül adjuk. Jó? Nyilván itt most bele lehetne kötni abba, hogy hó, hát de hát ugye a koordináta az lehet -e negatív, mármint egy pontnak a koordinátája konkrétan a mi esetünkben. Hát szerintem nem, Nyilván itt, ha ti szeretnétek, akkor megírhatjátok, írhatok bele egy kis hibakezelést is, hogy ha negatív XY-t írunk be, akkor dobjon valami exception-t. Ezt rátok bízom, én nem akarom bonyolítani. És ugye látjuk azt, hogy mivel e, így az XY-ra nem igazán adtunk megkötést, tehát ugye ez fölfele irányba bármekkora lehet, ugye hát negatív irányba most döntsétek el ti, szerintem menjen, miért ne mehetne. E, tehát mivel tetszőleges értéket fölvet az XY koordináta, ezért simán egy struktúrába fogjuk megírni, de egyébként C++ teljesen mindegy, annyi, hogy itt az osztály, tehát a klasszhoz képest az alapértelmezett láthatósági szint a publikus, ugye az osztályban pedig a privát. De majd ezt is megnézzük, elkezdjük írni, és akkor beszélünk róla. Jó, na és akkor jön a line, ugye alapvetően itt, itt már ez egy shape lesz, szóval itt lesz nekünk majd ez a shape osztályunk, és ezt fogjuk majd jövő héten implementálni, nyilván ezt a shape osztályt, akkor majd megbeszéljük, mert ott már kőkemény objektumorientált orientált dolgok előjönnek, és azokra kell egy külön alkalom, mert az, az mindenképp igényli. Jó, és akkor valahogy így fog kinézni nekünk egy ilyen vonal, egy ilyen, ilyen vonal implementáció, tehát egy vonalosztály, ahol itt majd látjuk, hogy hát, ahogy látom, itt a konstruktorát is fölvillantja, és akkor nyilván egy-egy pontot fogunk ennek a konstruktornak átadni, és e között a két pont között fogja megrajzolni nekünk a, a draw engine tulajdonképpen a a vonalat. Jó, és akkor nagyon egyszerű lesz az implementációja, egész egyszerűen hívjuk ezt az add függvényt, és ez az add függvény pedig majd a shape lesz, de mondom, nem akarok előre szaladni. Tehát egész egyszerűen hozzáadunk az alakzathoz két pontot, ugye ezt a P1, P2-t, és a kettő között szépen ki fogja rajzolni nekünk a, a vonalat. Jó. És akkor ezt a kis példát meg is fogjuk nézni, ugye egy ilyen horizontális, meg egy vertikális vízszintes, függőleges, hogy magyarul is beszéljek, tehát egy vízszintes és egy függőleges vonalat fogunk kirajzolni, egy-egy pontot fogunk átdobni neki koordinátaként mindkét esetben, föletecseljük, ahogy azt néztük is, és készen is vagyunk. Jó. Hát valahogy így fog kinézni, persze nem ilyen Windows XP-s háttérrel, de valami ilyesmi lesz, tehát egész egyszerűen ez a két vonal itt meg fog jelenni. Tök jó. Ez a lines. Jó, fogunk tudni, hogy neki szint adni. Ugye ez a két vonal független, tehát abban az értelemben, hogy, hogy két külön objektum, nyilván akkor két külön ö, szint is tudunk neki adni. Miért is tudnánk, ö, miért is ne tudnánk, pontosabban, nyilván fogunk neki színt adni. Jó. Akkor lesz egy ilyen ö, objektumunk, hogy lines, ö, itt több vonal is lehetséges. Majd erről beszélünk, hogy ez miért érdekes, hogy egy, egy objektumba és struktúrába kezelünk több vonalat, tehát nem csak egyet, hanem többet is. Itt ugye már pontpárokat adunk hozzá, annyiban lesz a különbség, hogy nyilván itt pontpárokat adunk, tehát hogy egy konkrét vonalat tudjunk már itt hozzáadni. Ugye itt majd már implementálnunk kell magunknak egy drawlines függvényt, hogy ez a drawlines függvény hogyan is működjön, és majd a window fogja hívni ezt a draw lines függvényt, amivel majd a vonalakat ki fogja rajzolni tulajdonképpen. Na, és akkor mit is jelent itt ez a struct lines shape, hogy mi is ez pontosan? Na most az, hogy ez egy struct, ahogy mondtam, az imént ne zavarjon meg minket, ez akár klasszis lehetne. Ugye a kettő az tényleg C++-ban gyakorlatilag ekvivalens, arra kell figyelni, hogy ugye a láthatósági szint az más, ahogy mondtam, struktúrában a láthatósági szint alapértelmezetten public, classban pedig e, privát, private, jó? És figyeljünk oda, itt most ebbe az esetben, mivel hogy nincs külön jelezve, az ad, illetve a drawlines függvény is publikus, de annak is kell most nekünk lennie, tehát ez így rendben van. Jó, nyilván itt a osztály neve, lines, de mi ez a kettős pont sép? Hát ez azt jelenti, hogy a sép leszármazottja a lines, pontosabban a lines egyfajta sép. Jó, ezt is át fogjuk beszélni, ugye ez is már azért nyilván objektumorientált programozás, most tényleg csak legyen annyi elég, hogy a lines egyfajta sép, a lines pedig örökli a sépnek a tulajdonságait, függvényeit, és minden, minden egyebet, ami a sépbe van, de majd erről is beszélünk, hogy ez pontosan hogy működik. Jó? Oké, és csak tényleg alapvető szinten beszéljük át, hogy ezik itt mit jelent, részletesebben majd átbeszéljük később. Jó. Így van, Army szám létezik a Protected is, Fogunk, fogjuk is használni, okvetlenül, hiszen a shape majd egy abstrakt osztály lesz. Viszont a shape a konstruktorait majd szeretnénk használni a leszármazott osztályokba. Jó? De nem, szara, nem, szara, nem ö, akarok előre szaladni. Egyelőre legyen annyi, hogy van protected is, majd megbeszéljük jövő hogy az mit jelent. Protektív, nem protected. Ha rosszul mondtam elnézést, protected a láthatósági szint. Jó, oké is. És akkor például itt van egy ilyen lines példa, ugye egy ilyen x-objektumra hozzá tudunk adni ilyen pontpárokat, tulajdonképpen ez ugyanezt fogja csinálni, mert látjuk, hogy a, a koordináták megegyeznek, tehát ugyanez lesz a, a alapvető, mint az imént, ugye a, a sima line -oknál. csak ez itt már egy logikai objektum lesz, tehát egy lines-típusú objektum lesz, és így egybe tudjuk, Egybe tudjuk használni. Jó, hát itt, ahogy látjuk is, mint a két lányos példa, csak tényleg ez így már, már egybe van és itt az implementáció mostan feltétlenül nagyon nem akarok erre kitérni, ugye nyilván itt az add függvényt majd implementálnunk kell, mert itt már egy kicsit máshogy működik, mint a shape osztálybeli de látjuk, hogy alapvetően az ős az add függvényét fogjuk használni. Itt tényleg csak annyit kell látni, hogy a shape van egy add függvény, ami az adott alakzathoz, ad hozzá pontokat. Most az, hogy ez milyen alakzat, nyilván ez majd ugye mindig kicsit máshogy fog működni. Ugye nyilván egy máshogy működik egy pont hozzáadás egy vonalnál, egy rácsnál, egy háromszögnél vagy egy sokszögnél, nyilván egy kicsit máshogy működnek. De van egy add függvény, és ezt tudjuk használni. Jó, ezzel a dupla kettős ponttal pedig azt mondjuk meg, ugye ez a hatókör operátor, hogy ugye a shape ősosztálynak az ed függvényét akarjuk itt használni. Jó, de ezt is megnézzük, megbeszéljük implementációba. Jó. Amint még fogunk, ugye meg kell írnunk egy drawlines függvényt, ami azt fogja megmondani, hogy hogyan rajzoljuk ki a, a, a vonalakat tulajdonképpen. Ez minden egyes objektumban benne van, furának tűnhet, de kört is újra rajzolunk, hogy igazából vonalakat rajzolunk de tényleg nem akarok most ilyenekbe belemenni, mert tényleg nem grafika órán vagyunk. Van ez a drawlines függvény, ami tulajdonképpen kirajzolja a, a vonalainkat, jelen, legyen az bármilyen alakzat. Jó? És akkor itt látjuk, hogy igazából tényleg csak annyi történik, hogy szépen végigmegyünk a pontokon. Itt a rutinosabbak lehet, hogy már látják is, hogy ezek a pontok, valamilyen struktúrába vannak szervezve, vagy valamilyen konténerbe, hogy pontosan mert a struktúra az nem konténer, hogy valamilyen konténerbe vannak szervezve, szépen ezeken megyünk végig, ezeket rajzoljuk ki, és látjuk itt is, hogy itt hívunk egy függvényt, na most ez már a Fultic Library. Jó? Tehát látjuk, van ez az FL line függvény, ez már a Fultic librarynek nek a vonalrajzoló függvénye, egészen konkrétan, és itt látjuk, hogy neki nekünk x-koordinátát, egy y-koordinátát, meg a másik pontnak az x, és y koordinátáit, de ezt is meg fogjuk nézni. Tulajdonképpen ez két pontnak a koordinátáit fogja várni. Ez az FL line függvény, és ezek alapján a koordináták alapján kirajzol egy vonalat. Nagyon egyszerű. Jó. Oké, és ahogy mondtam ez az FL line ugye a fultik alap vonalrajzoló függvénye. A magát a full csak az implementációs kódba fogjuk megjeleníteni, tehát a CPP fájlokban, a headerökben nem. Ez azért van, hogy, hogy, hát viszonylag egyszerűen cserélhető legyen más library-re. Ugye látjuk azt, hogy nyilván itt az alaplogika, hogy pontokat adunk hozzá, valahol majd a pontokat, valahogy használjuk ezeket a pontokat. Ezek, ezek a legtöbb library-be valamelyes kompatibilisek, hát nyilván egy ilyen, ilyen grafikus geometriai valamiben pontok kellenek, vonalakat kell rajzolni, ilyesmi, és ezeket viszonylag egyszerű cserélni. Jó? Viszonylag egyszerű cserélni. Oké okay és Jó. Rendben van. Lesz egy ilyenünk, hogy grid. Ö, lesz egy ilyenünk, hogy grid. És ö, ezt csak kipróbáljuk alapvetően, hogy miért is jó ez a lines, majd ilyen rácsot fogunk tudni rajzolni, ezt most csak itt fölvillantom, kipróbáljuk majd, igazából itt a kód, hát a kód ez majd akkor lehetne érdekes, amikor majd írjuk, nyilván itt most ránézésre annyira nem, de valami ilyesmit fogunk, és akkor ezeket tudjuk logikailag egy objektumként kezelni. Jó? Azért ilyen gridet viszonylag gyakran kell rajzolnunk, szerintem, alapvetően így kényelmesebb is. Jó. Davaron az, az a kérdés, hogy lehet a number of points ebbe az esetbe páratlan. Ugye? Köszi egyébként a megjegyzést. Ugye? Ez a lines a draw line függvénye. Ugye? Na most a lines ha addolunk, akkor mindig pontpárokat addolunk. Jó, tehát a lánysba nem addolhatsz egy pontot. Tehát mindig kettesével kell addolnod. Egyébként alapvetően annyiban igazad van, hogy ez itt, ha, ha már te félreértetted, akkor nyilván más is félreértheti. Tehát azért nem árt odafigyelni. Még esetleg egy kommentet illene hagyni, hogy ne aggódj, nem lehet páratlan szám a number of points. Jó? De egyébként nagyon jó észrevétel. Nagyon jó észrevétel. Jó. Hát lehet majd, ki kéne dolgozni egy rendszert a jó észrevételek euh, díjazására. Jó. De erről majd beszélünk. Jó. Szóval így néz neki a, a lines, és akkor majd a lines segítségével tudunk ilyen gridet rajzolni. Kipróbáljuk majd, hogy hogyan. Jó. Menjünk tovább. Itt van a szín, maga ugye a kolor. Alapvetően ez egy, ez egy kicsit egyszerűbb lesz abban a szempontból, hogy ez egy ilyen hát viszonylag favágásabb jellegű dolog, fontos dolog, de viszonylag egyszerűbb, mint a, az egyes alakzatok. Legfőképpen ilyen tájpok -ok lesznek, amiknek ugye tulajdonképpen a, a full tick library konstansait fogjuk hát értékül adni, inkább úgy mondanám, hogy használni. Ugye ez az FRD, ez is Fultic Library is, hát még azt se tartom kizártnak, hogy Define, de maradjunk konstansnak, mondjuk ha csupa nagybetű, akkor gyanús, hogy ilyen, ilyen define -ok. és ezeket fogjuk mi itt használni, kicsit leegyszerűsítve. Igazából mondhatnátok, hogy ez fölösleges, de talán talán egy picit így, így kényelmesebb. De tudunk majd ráállítani átlátszóságot, ugye ez az Alfa csatorna, hogyha így hívjuk, ugye ez a, hogy, hogy egy adottnak egy adott mondjuk legyen piros, de legyen átlátszó. Valamelyest mondjuk ilyen, ilyen félig átlátszó, és akkor a háttér látszódni fog, vagy ami mögötte van és akkor ennek a kolor struktúrának lesz pár konstruktor, ahol ugye meg tudjuk adni a szint ilyen color type típusként, ugye ez az enum type jelleggel tudunk sima integert is, amit ne feltétlenül csináljunk, mert hát itt most még talán belefér, de nem szerencsés, illetve tudunk egy olyat, ahol a szint meg tudjuk adni, illetve az átlátszóságot. Jó. Na most nyilván itt el tudjuk kérni integerként, ez majd azért lesz fontos, hogy ugye a, a library-t így tudjuk paraméterezni. Ahogy mondtam, az egy C library, tehát ott ilyen color type, meg ilyen típusok nem nagyon vannak. Ott emlékeim szerint integerként kell majd megadnunk a színt. Hát nincs más mese, de semmi gond, mert csak hívni kell az ezint függvényt, és készen vagyunk. Jó, el tudjuk kérni a Visibility, akkor visszaad egy ilyen Transparency objektumot, ami megint csak egy ilyen, ö, ilyen, ilyen számérték lesz, ilyen 0 vagy 255, ezt át tudjuk majd adni, illetve be tudjuk állítani. Ö, ez a Set Visibility függvényjel, és ugye a két privát tag lesz ugye a, a szín, meg, ö, mi lesz a végé? gondolom az átlátszóság. De ezt majd megnézzük. Ja persze, igen, mert 0 255-ig megy. Ami mondjuk jobb lenne, ha unsigned karakter lenne, de kicsire nem adunk nagy, meg már nem számít. Jó, úgyhogy ö, alapvetően így néz neki a, a, szín, de ahogy mondtam, ezt is megnézzük majd. Implementációba, ugye nem csak ez a két szín van, ne aggódjunk, van több. És akkor így szépen pirosra tudjuk színezni, nagyon egyszerű, hívjuk a gridnek a set color tagját, ami egész egyszerűen annyit csinál, hogy a paraméterű kapott szére beállítja az adott objektumot. Hát itt most egy redet kértünk, és látjuk tényleg, hogy azért ez viszonylag egy egyszerű, kényelmes, és ami nagyon fontos, hogy jól olvasható kódot fog nekünk eredményezni. Tudjuk állítani a vonalstílust is, ugye ezt is néztük, ez is egy ilyen, ilyen struktúra, ez ilyen, ilyen inam e, tulajdonképpen, vagy hát ilyen sima hát okkal alapvetően, és akkor látjuk, hogy itt is csak a, a magukat, azokat a, a konstansokat vagy define fogjuk leképezni saját nevekre, amiket a Color esetében is csináltunk, csak itt ugye más lesz, itt Solid, meg des, és akkor látjátok, hogy ez minek felel meg. Tehát ilyen összefüggő vonal, vagy szaggatott vonal, vagy pontozott vonal, vagy akármilyen. Jó, ez egy kicsit szűkebb lesz a, itt szűk ebben a halmaz, tehát nyilván annyi szín nincs, mint ahány vonalstílus, hanem nyilván sokkal több szín van. Ezeket tudjuk használni. És akkor erre is fogunk pár konstruktort írni, ugye lesz egy ilyen vonalstílus, amit meg tudunk adni, lesz egy olyan, amiben a vonalstílus, illetve a vonalvastagságot tudjuk megadni, illetve lesz egy olyan, aminek integerként tudjuk megadni a vonalstílust, hasonlóan, mint az imént, ez is kompatibilitás miatt és el tudjuk kérni mindkettőt integerként. Jó? Alapvetően így néznek ki, és akkor itt a két privát tag, ugye a vonalstílus, illetve a vonalszélesség. És akkor ez meg nagyjából így fog kinézni, ilyen szaggatott vonallal, tökéletes, ezt is majd kipróbáljátok, de megnéztük ezt azért a múlt alkalommal. Jó. Na és akkor nézzünk meg pár alakzatot. Ilyen polyline ott van az open polyline, illetve a close polyline. Itt majd felhívnám a figyelmet, hogy a könyvben van egy, egy, hát szerintem hibás rész, de majd ezt beszélünk róla, mert csak, csak jó lenne ezt egy kicsit körbejárni, csak most nem nagyon volt időm, de van benne szerintem egy hiba. Mindegy, ha odaérünk, megbeszéljük. Látjuk, hogy itt is az Open Polyline egy, egy shape típus lesz, tehát az Open Polyline egyfajta sép, jó, ugye, hogy az előbb mondtuk a line-nál, és akkor ugye addolhatunk ugye, egy pontot, itt is a sépnek, az ad függvényét használjuk, nem kell más használni, nekünk az tökéletes. Jó, akkor ugye itt a Closed polyline, ami uh, hasonlóan fog működni, itt ugye már meg kell írnunk majd a Draw függvényt, hiszen majd Húznunk kell egy vonalat, ugye az utolsó pont meg az első pont közé is, attól lesz closed, de ezt majd megnézzük. Jó, az adfüggvényt itt is az ősosztályát ö, fogjuk használni, ránézünk majd erre is. Jó, és akkor így néz ki egy open polyline, szépen hozzáadogatjuk a pontokat, és valami ilyesmi fog nekünk kikerekedni. Jó? Ehhez képest a close polyline annyi, hogy nyilván ugyanezeket a pontokat adjuk hozzá, csak ő majd automatikusan ezt az utolsó pontot összeköti az elsővel. Jó, és így lesz closed a polyline. Jó. Ami itt még van, nyilván close polyline lehet ilyen össze-vissza is, ugye ez az, amit múltkor beszéltünk, és még azt se kizárt, hogy rosszul mondtam, hogy ugye a close polyline az lehet ilyen össze-vissza, a poligon az annyival Másabb, hogy ott nem lehet ilyen kereszteződés. Erre, van, erre már előkészítettem egy függvényt, ezt csak használni fogjuk, ami megnézi, hogy ilyen pontpárokat, hogyha ha, ha készítünk, pontpárokat adunk meg, akkor megnézi, hogy azok a pontpárokkal meghatározott egyenesek keresztezik-e egymást. De azt most nem fogom így külön elmagyarázni, azt csak így bekopipésztelem, nem kell ezzel most nekünk foglalkozni. Jó. Oké, és akkor mehetünk tovább, ugye itt van lesz nekünk egy szöveg, objektumunk, ugye itt uh, nyilván a konstruktor egy picit máshogy működik, ugye itt a, a text is egy shape lesz, ami lehet, hogy egy picit fura, hogy a, a szöveg az miért is alakzat, de hát legyen alakzat. És akkor itt van nekünk egy ilyen text konstruktorunk, amiben átadunk egy pontot. Ez a pont fogja meghatározni azt, hogy honnantól rajzoljuk ki, illetve egy ilyen constant string referenciát, ami pedig azt mondja, hogy mi legyen a szöveg, amit ki akarunk rajzolni. Így van azt egy ilyen konstans string referenciaként adjuk át. És akkor lesz belőle egy ilyen lab, ami hát label lenne tehát az lesz a léből, lesz egy fonttag, tag, bár lehet, hogy inkább akkor itt mutatom a tagokat, lesz egy font típusú tag, ami azt mondja, hogy milyen betű típussal írjuk ki, ezt majd el fogjuk kérni inicializálás jelleggel az alapértelmezett fontot, ami a, hát most mondanám, hogy az oprendszer, de lehet, hogy inkább a fullticknek az alapértelmezett fontja, erre most nem esküszöm meg, illetve tudunk állítani majd egy méretet is, egy betűméretet, és erre is majd inicializálásként elkérjük az alapértelmezett, hát lehet, hogy ez inkább az op rendszeré, de megnézzük majd. jó. És akkor a konstruktor csak annyit csinál, hogy hívja az ed függvényt, ami hozzáadja azt a pontot, ahonnan kezdőden ki kell rajzolni. Jó. És akkor lesz egy drawlines függvényünk is, hiszen ez egy uh, picit máshogy működik, de szerencsére a fultiknek van ilyen szövegrajzoló uh, függvény is, úgyhogy nem kell annyira összepiszkolni magunkat, tudjuk azt használni. Jó, meg lesz ilyen szokásos getter setter függvények. Majd, ha odaérünk, akkor megnézzük ezt is, és akkor nyilván ezt is lehet uh, különböző színezni meg hát még lehet, hogy line style t is lehet neki adni, bár erre nem esküszöm meg, de nyilván lehet színezni, mozgatni, majd meg átállítani a betűtípus betűméretet. Ezek, ezek simán működni fognak. Jó. És akkor itt a textnek a drawlines implementáció, ahogy mondtam, tényleg szerencsére van egy ilyen szövegrajzoló, ez a FL Draw, tényleg csak hívni kell, át kell adni ilyen C-szerű stringként, hát én karakterpointerként ugye a szöveget, amit ki akarunk rajzolni, meg ugye a pont párt XY integerként, amit ahonnan kezdődően ki kell, tehát valahogy így fog kinézni maga a draw lines a text osztályunkba. Na, és akkor nézzünk egy picit színesebb dolgokat, hiszen majd ezt is meg fogjuk csinálni. Reményeim szerint ma el fogunk jutni ideig hogy, hogy ezt tényleg megcsináljuk, és akkor ezen majd lehet egy picit, picit javítgatni, meg csinosítgatni otthon. Szerintem a feladatok között van ilyen, de majd Bódi Bandit megerősít, vagy megcáfol, mert ő már írta, hogy megcsinálta ezeket a feladatokat, hogy itt lehet egy kicsit színezgetni, és akkor majd ezt tényleg, tényleg fogjuk is egy kicsit kalapágatni de egy ilyet is meg fogunk csinálni. Jó? És akkor ezt ilyen, hát ezt arra fogjuk példaként mutatni, hogy hogyan tudunk ilyen névtelen objektumokat kezelni, és akkor csinálunk egy ilyen vektorref típust, amiben tudunk valamilyen típusú objektumokat tenni. Aki esetleg emlékszik, ugye ez, hogy hogy működik, egy template osztályt fogunk erre írni, hasonlóan, mint amit a vektorral is csináltunk ugye a befrog végén. Nem fogjuk túlmagyarázni még így se azért a, a generikus programozást, tényleg csak így megmutatom, hogy hogy működik, legalább ezzel is egy kicsit felelevenítjük a, a Befrog végi emlékeket. És tulajdonképpen ilyen téglalapokat fogunk beletenni ebbe a, a Vektorref. hát most mondanám, hogy konténer, de azért ez nem biztos, hogy szerencsés. És amit itt látni kell, hát remélem, hogy látható, hogy itt 16 szó 16 darab ö, ilyen riktengölt téglalapot fogunk beletenni, és látjuk, hogy ebbe a VR konténerbe lesz megint ilyen pushback függvényünk, majd tényleg megnézzük, hogy ez hogy van, és egész egyszerűen így csak nyuba példányosítunk ilyen riktengöl objektumokat, rögtön látjuk, hogy ezek ilyen névtelen objektumok leszünk, tehát nyilván, most 16 x 16, az 256, hogyha emlékezetem nem csal. Butaság lenne 256 objektumnak külön-külön nevet adni, tehát létrehozni 256 darab objektumot. Jó? És akkor így nézzük meg azt, hogy hogy tudunk ilyen névtelen objektumokat euh, létrehozni, kipróbáljuk ezt is. Jó? És akkor itt pedig majd szépen állígatjuk a színt, az szerint, hogy éppen hol járunk, ugye a két ciklusba. Ja, és föl is tesszük. Jó, tehát föl etecsöljük. A, a, az ablakra. Jó. Jó. Egyébként ez a vektor ref majd a standard névtérbeli vektorra fog épülni, ezért van benne a pushback, de nem spoiler ezek. Ha odaérünk, akkor majd megnézzük, és akkor valahogy így fog kinézni. Jó. Oké, és, akkor a következő órán, meg majd, már hogy következő előadáson jövő héten megnézzük majd a sépet, ez pedig itt az előadásnak a vége. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet az előadás kapcsán. Várom a kérdéseket, de ne menjetek sehova, mert mindjárt elkezdjük meg is írni a, a dolgokat. Kezdjünk-e programozni, és akkor nézzünk rá. Ugye első körben jó lenne megnézni a, a pontot, hogy az hogyan is néz ki. Ugye alapvetően itt már én előkészítettem nektek egy vázat, Na, csak kinyögöm már, és. Ebbe fogjuk majd kipróbálgatni azokat az alakzatokat, amit megírunk. Látjátok, hogy itt ugyanígy beinkludoltam a Simple Window Graph Header mindent, tehát minden itt, van, itt lesz igazából. Amit nekünk meg kell írni, az egyrészt a point, ugye ez az, ami itt most üres, illetve a Graph Header, meg a Graph CPP. Jó? De itt is például itt van a, a hát nyilván a kolort, meg ezeket majd megírjuk, font, de itt van már a shape osztály. Jó? Csak erre azért nem akarok beszélni, mert ez tényleg masszívabb dolog, beszélünk róla majd később, de itt van, tehát tudjuk használni, meg itt van ez a vektorref is, mondjuk ez nem tudom miért, de a lényeg a lényeg, hogy ezeket meg fogjuk most szépen írni. Jó, és akkor a legelső, amit, a legelső, amit mindenképp kell, hogy nézzük már meg ezt a, a pointot, Jó, és akkor csak egy picit ö, beszélgessünk már erről. Ö, még mielőtt elkezdenénk magát a, a struktúrát írni. Látjátok, hogy itt van egy ilyen ö, hát előfordító utasítás, hogy úgy mondjam. Ez igazából csak arra szolgál, hogy ne tudjunk egy headert többször beinkludolni. Na, ez megint egy rettenetes dolog, Hát azért annyira nem rettenetes, inkább mondanám azt, hogy ez az, amire utaltam a előadás során, hogy ez a C++-nak most jelenleg azért egy gyengéje, hogy könnyen előfordulhat az, hogy egy, -egy ilyen header több helyen is beinkludolunk, főleg nagy projekteknél. És eh, ahhoz, hogy ez ne történhessen meg, egy ilyen előfordító eh, utasítást szoktunk berakni, hogyha nincs definiálva, tehát definiáljuk ezt a point guard valamit. Eh, hát definiáljuk ezt a dolgot. És ez csak akkor fog működni, csak akkor fogja definiálni, inkludálni ezt a headert, ha még nincs beinkludolva. Jó? Ha már inkludolva van, akkor nem fogja. Jó, ez igazából csak ennyi jó, ilyen gárdokat guard szoktunk létrehozni, ennek most az a neve, hogy point guard, nyilván, mert a pontot fogja, tehát ez nem ilyen kosárlabda fogalom, jó, tehát pedig van ilyen, hogy point guard, na mindegy, a lényeg, hogy ez most arra fog nekünk úgy élni, hogy a pont, ezt a headert, ezt a pontot ne tudjuk többször beinkludolni, jó? Ennyi ennek a lényege, ezt valahogy így kell csinálni, tényleg amúgy egy nagyon egyszerű dolog, hogyha nincs definiálva, definiálja, és itt meg egy endif, jó? Tényleg egy ilyen nagyon egyszerű, de hát nem jó ez így, de sajnos jobb, jobb nincs. Ugyanezt megcsináljuk elvileg a headernél is, csak ott ugye a graph guard az, ami, ami működik. Csináljuk meg ezt a pont struktúrát, ami nagyon egyszerű lesz, hiszen egy-egy integer tagja lesz mindössze, illetve két konstruktor. Lesz egy alapértelmezett, ami igazából csak annyit csinál, hogy mindkét tagot kinullázza, Hát mi egyebet lehet egy pontnál csinálni, illetve lehet egy olyan, ami két paramétert vár, és akkor azt fogja beállítani nekünk. Nagyon egyszerű a dolog, igazából ennyit kell tennünk. Na most, amit itt még érdemes lenne, hogy. Nem biztos, hogy fogjuk használni a fél év során, de azért csináljuk meg, miért is ne. Egy-egy ilyen operátor kéne, amivel össze tudjuk hasonlítani azt, hogy két pont az megegyezik-e vagy sem. Hát akkor írjuk meg, mégpedig egy-egy ilyen inline függvény lesz, amiről mindjárt beszélünk, hogy miért is érdekes. Ugye két ö, paramétere van ö, nyilván. Egy-egy pont, ugye a, a, hát legyen x, legyen a és b, mert akkor zavart támad az erőben. Jó, és egész egyszerűen csak adjuk vissza azt, hogy a, tehát mikor egyenlő két pont, hogyha a párok megegyeznek, ugye? Tehát az a pont x az egyenlő a b pont x-el, és az A A.Y megegyezik a B.Y-nal. Jó? Tehát, hogyha a koordinátáik páronként megegyeznek, akkor egyezik meg két pont. Jó? Csináljunk meg ugyanezt a nem egyenlőre. Mert akkor, ha van egyenlő, akkor illik a nem egyenlőre is megcsinálni. És itt pedig igazából csak annyit kell tennünk, mivel hogy az egyenlőség már megvan, hogy visszaadjuk ennek a negátját. Jó, hát gondolom logika óra óta ez már nem lehet olyan nehéz, nyilván, hogy akkor nem egyenlő, hogyha nem egyenlő. Jó, tehát itt ezzel igazából ennyit mondunk. Jó, ha pedig ugye két pont egyenlő, akkor ez ugye ez a kifejezés, ez hamis lesz és szerintem rendbe is vagyunk. Na most, mit jelent az inline? Igazából ez annyit tesz, hogy ha ezeket az operátorokat használjuk, vagy hát konkrét, ebbe a konkrét esetben, hogyha ezeket az operátorokat használjuk, akkor ez nem ilyen függvényhívás jelleggel fog működni, tehát a vezérlés nem fog átugrani a függvényhez, hanem oda ö, fogja befordítani, úgymond. Tehát igazából folytatólagos lesz a vezérlés, nem kell ugrágatnia. Hát nyilván ö, mondjuk egy ilyen egyszerű operátornál ez, 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 ez sima dolog. Ezek a e, ugrások, a, tehát ezek a vezélés ugrások, ezek erőforrás igényesek. Ezért szoktunk sok esetben inline függvényeket csinálni, de egyébként már a, a, legtöbb fordító azért figyel ezekre a dolgokra, tehát hogyha ha nem indokolja semmi, hogy ne legyen inline, akkor automatikusan már inline-nál teszi a, az adott függvényt, Mondom ezt tényleg csak arra van, hogy, hogy ne ugráljon a vezélés, hanem szépen folytatólagos legyen a, a végrehajtás, erőforrásokat spórolunk meg vele. Jó, használjuk, egyébként nem rossz, nyilván nem minden esetben lehet, most nem térnék ki arra, hogy mikor nem, mert nem ez az órának a lényege, később beszélhetünk róla, de most ez mi nem olyan érdekes. Jó. Na hát szerintem a pont az így akkor rendben is van de próbáljuk már ki ezt, hogy egyáltalán működik-e. Elvileg jó helyen vagyok, mármint hogy jó mappába. Lusta módra kipkopizom a fordítás parancsot. A program alapvetően lefordul, és itt már ugye használjuk a pointot. Tehát ennek működnie kell. Jó, szuper. Hát alakzatunk még nincs, úgyhogy ezt nyilván nem tudunk kirajzolni, de mivel, hogy nem reklamált, hogy itt a poén nincsen definiálva, ezért rendben vagyunk. Jó. Na úgyhogy a pontról röviden ennyit. Oké is. Szerintem menjünk tovább, mert ez azért ö, annyira nem vészes, hanem akkor nézzük meg a lányt, mert tényleg az már, az már egy picit izgalmasabb. Nyilván point nélkül lányt nem tudunk rajzolni, megvan a point, így akkor ezt el is tehetjük, megvan. Na, és akkor nézzük meg, ide a headerbe írjuk, és ahogy néztük is, ez igazából nagyon egyszerű egy vonalat rajzolni, hiszen gyakorlatilag a shape osztályban minden adott ahhoz, hogy ezt Megtegyük, és igazából itt csak tényleg annyi van, hogy egy konstruktort írjunk neki, ami ugye pontpárokat vár, legyen p1 meg p2, és igazából csak annyit csináljunk, hogy hívjuk az ed függvényt p1-re, illetve p2-re. Jó, és ez annyit fog csinálni nekünk, hogy van egy pontpár, hozzáadjuk, és ha minden jól megy, ezt ki is rajzolja nekünk, hiszen a, a dró függvény, az egy nagyon... Itt, itt ez esetben a shape osztálynak a Draw Lines függvénye tökéletes lesz nekünk, a szépen kirajzolja majd a két pont közt az egyenest, de azért próbáljuk ki. És akkor ugye itt kell két pont, ezt is most ilyen névtelen objektummal oldjuk meg. Legyen 200-200, a B pedig legyen 300-300. Jó, tegyük fel a képre, és nézzük. Oké, vannak gondok point B. Hm. Ez meglepő. Ó, de mondom, most mondom, hogy névtelen, erre adok neki nevet. Bocsi, Így van. Oké, okay. és ott szépen ki is rajzolja nekünk a, a vonalat. Jó? Tehát látjuk, hogy a vonal tényleg egyszerű, hiszen a sépben majd látni fogjuk, hogy minden adott ehhez. Ugye ez gyakorlatilag a sépnek az ed függvénye, hiszen a lánynak nincsen ed függvénye, ezért a, a sépnek az ed függvényét használjuk. Illetve amikor azt mondjuk, hogy Vin attach L, akkor a, a a drawlines függvényét hívja nekünk itt a program, és azzal fogja nekünk kirajzolni ezt a, ezt a vonalat. Úgyhogy akkor van vonalunk is, remek, kiváló, de ez még mindig azért egy kicsit olyan, hát nem túl izgalmas, hanem akkor nézzük meg ezt a lines hiszen ez a következő, amit nekünk itt implementálni kell, és akkor itt már egy picit melósabb lesz a dolog, hiszen itt már a draw lines nekünk kell majd megírni. És akkor ugye nyilván ez egy lines, tehát egy shape, shape típusú objektum lesz ez is. És itt ugye a konstruktor már egy picit más, máshogy fog működni, és a könyvben itt lesz amúgy majd a hiba, de majd mindjárt kitérek rá. Hogy itt akkor csináljunk egy alapértelmezett konstruktort, ami tényleg csak arra lesz jó, hogy egy üres ilyen lines-objektumot létrehozzunk, de olyan érdekes. Viszont csináljunk már egy olyan konstruktort, amit ami tudunk ilyen inicializáló listás módon is paraméterezni, tehát ilyen inicializáló listás konstruktort, ahova pontok listáját adjuk meg. És igazából itt csak annyit kell tennünk, hogy a shape-nek hívjuk ugyanezen konstruktorát. Jó? Egész egyszerűen azért, mert a shape-nek van ilyen konstruktora. Jó? Tehát a shape-nek van ilyen inicializáló listás konstruktora, egyszerűen csak átadjuk a, a listát a shape osztálynak, majd ő szépen intézi, amit kell. Jó. Na, és akkor kicsi hiba kezelés. Jó, hiszen. Itt ugye a kolléga említette, bocsánat, el is felejtettem a nevét, hogy ugye a páratlan pontokból lehet probléma, és ugye az inicializáló listába tudsz páratlan számú pontot adni. Hogy ezt akkor nézzük meg. Tehát, hogyha ennek a. Hogy is van? LST Size. Ugye a lista, lista mérete nem páros, ugye? Tehát a moduló 2 az 0. Jól mondom? Nem akkor vagyunk rendben, ha a moduló 2 az 1, akkor van hiba, mert akkor páratlan, akkor dobunk egy ilyen egyszerű kis kivételt. Na, csak sikerül beírnom, ékezeteseket nem mindig találom, páratlan számú pontok. Így így van. Jó, tehát itt tényleg csak annyit csinálunk, hogy ö, ha páratlan számú pontunk van, tehát hogyha lista mérete moduló 2 az 1, így van kaszás, tökéletes, akkor ö, dobunk egy kis hiba üzenetet. Jó, na, mi kell még, ugye ide a lines osztályon belőle, egyrészt kéne a draw lines, draw lines, de ugye itt egyelőre csak a, a definíciót adom meg, deklarációt adom meg, és majd a cpp fájba lesz a definíció, mert ez, ez egy kicsit hosszabb. Illetve kéne egy add függvény, hiszen, ahogy mondtam, itt majd csak pontpárokat lesz lehetőségünk hozzáadni. Tehát itt már is kicsit variálunk, tehát nem a sépnek az add függvényét fogjuk használni. De akkor csináljuk ezt meg, legyen p1, p2. Viszont azért olyan bonyolult dolgunk nincs, hiszen ettől függetlenül még használjuk a shape az ad függvényét, viszont itt akkor már jeleznünk el, hogy a sépnek az ad függvényét használjuk, hiszen, hogyha ezt nem írnánk ki, akkor ez a sima ad, az azt hinné, hogy ez lenne, ugye a fordító azt hinné, hogy ezt az addot akarjuk használni, viszont az nem jó, mert ezt egy paraméterrel nem tudjuk, ezért, ezt a ki, ezt a, ezért jelezzük azt, hogy a szépnek az adfüggvényét akarjuk használni. Oké. Okay. Mindjárt játszok egy pillanat. Csak még megírjuk a drawline-t. Jó, na, és akkor nézzük meg a draw lines t És akkor most már írunk implementációt is. Ugye, ahogy azt tanultuk, jelezni kell, hogy ez melyik objektumnak a drawlines függvénye lesz, amit itt meg akarunk írni. Jó, hiszen kívül vagyunk, jeleznünk kell, hogy ez a lines osztálynak a drawlines függvénye. Jó, ez mindenképp. És akkor ide szépen definiáljuk magát a függvényt. Na most nyilván itt már ez az a rész, ahol úgymond egy kicsit le kell nyúlnunk a mocsárba, már elnézést a kifejezésért, hiszen ez az a rész, ahol a Fultic library használjuk. Szerencsére nem kell nagyon sok munkát belefetszölni, de tényleg itt már azért úgymond mélyen vagyunk, és tényleg itt már a Fultic Library-t használjuk. Jó? Oké, és na most, hát hogy csináljuk? Hiszen itt ugye a szín az számít, tehát csináljuk úgy, hogy először megnézzük, hogy az alapszín az látható-e. Jó? Tehát kérjük el az alapértelmezett szint, ami a Fulltick Library-be alap. Ahogy mondtam, ez már tényleg a mocsár, és annak nézzük meg ezt a Visibility tagját. Jó? Tehát elkérjük a korolt, elkérjük a Visibility-t, és hogyha ez nem nulla, ugye emlékszünk, hogy ez a Visibility, ez 0 és 255 lehetett. Jó? Tehát ha ez nem nulla, akkor rajzoljuk ki nyilván, ha nulla, akkor nem rajzoljuk ki, mert akkor az azt jelenti, hogy a Visibility nullára állítottuk, tehát nem látható, akkor nem rajzoljuk ki. Lesz majd egy ilyen ö, objektum, ahol ez érdekes. És akkor itt pedig szépen ö, használjuk az FL line függvényt, ahogy néztük is a előadáson, tehát szépen megyünk az elsőtől a Number of Points-ig. majd mutatom, van egy ilyen függvényünk, hogy number of points, ez a shape osztályban van, elérjük innen a linesból is, ez igazából visszaadja azt, hogy hány darab pontunk van, mint ahogy azt a neve mutatja is, és ugye kettesével megyünk, hiszen pontpáronként rajzoljuk ki a vonalat. Na és akkor itt hívjuk az FL line aminek átadjuk, a, ugye a nulladik pontot, és az első pontot, valamint utána a második és a harmadik pontot, és így tovább szépen megyünk. Erre pedig lesz majd egy point függvény. A point függvénye lehet tudjuk kérni a adott indexű pontot, hát itt most e-1 lesz, ugye ezzel így tudjuk elkérni jelen esetben a nulladik pontot. Jó, azért megyünk így egytől, mert ugye pontpárokat rajzolunk ki. Tehát elkérjük így az első pontot, és annak az x koordinátáját, hiszen az fl line-nak koordinátát kell átadni. Ugyanezt megcsináljuk a i-1 x koordinátára, aztán megcsináljuk ezt a i-re, ugye hiszen ez lesz a következő, illetve az ének az y koordinátájára. Na, és akkor így már látszik az, hogy miért nem lehet ez páratlan, hiszen itt kívül egyrészt az inicializáló listába itt hiba kezeltünk, másrészt pedig csak pontpárokat adhatunk hozzá. Na, de próbáljuk ki, és akkor csináljunk egy ilyen lines objektumot. Hát megpróbálom a, a, könyv alapján, hogy ott hogy is néz ki, ott addolt pontokat. De nézzük már meg ezt a inicializáló listás konstruktort, hogy az működik-e. És ráadásul csak ilyen sima intekre. Megpróbálom ugyanazokat a pontokat és akkor össze tudjuk hasonlítani. 150, 50. És 150, 150. Oké. És akkor itt most nem az ellet tesszük föl, hanem a lines. Na de nézzük. Oké, okay. jó. Na és itt van nekünk ez a kis kereszt, amit néztünk is a e, programban, ez a kis célkereszt. Jó. Rendben van. Nézzük meg ezt e, az add függvényel is. Hát, még mielőtt megnéznénk, annyi megjegyzés, hogy ezt tudjuk így is. E, talán így még Hát, kinek hogy? Lehet, hogy így még olvashatóbb. Tehát, hogy itt jelezzük, hogy ez pont. Igazából működik anélkül is, mert ugye a pont struktúra az csak ilyen XY koordináta, tehát működhet. Ha minden igaz, ugyanazt kapjuk, így van. Nézzük meg, mi van, hogyha ezt lehagyjuk. Csak próbaként jó, hát látjuk, hogy itt dobja nekünk a páratlan számú pontok kivételt, amit nem kapunk el, de mindjárt meg fogjuk írni a, a trycatch-et, csak hogy nehogy már ne legyen. Jó. Oké, és rendben van. Jó. Na és akkor még mielőtt az adra rátérnénk. A könyvben van egy... hát szerintem hiba. Öm, szerintem hiba. ugyanis ott azt mondja, mondjuk lehet, hogy ez még nem itt jön ki, hanem majd a Open Polyline-nál lesz, viszont akkor majd lehet, hogy inkább ott térnénk ki rá. Na várjatok már, most én is belezavarodtam. Így van, így van, az Open Polyline-nál van, akkor azt majd laborfelvezetésen nézzük meg. Jó, még mielőtt itt nagy hidratálásba kezdek, akkor megnéznénk még tényleg itt az add függvényes verziót. Azt pedig, hát ez adjuk hozzá egy pontpárt. Lines.add, pont és így simán, hát mondjuk valami teljesen mást, mindegy igazából. Mint. De mondom, pont párt. Oké, okay, és. Jó, és akkor nézzük meg, hogy mi történik. Jó, és akkor szépen ide húz egy vonalat, és ezek így logikailag egy objektumot ö, alkotnak és így szépen tudjuk a, a szint így valamit paraméterezni. Set color, mondjuk color és red. Jó, tehát ez lines pont, bocsánat. Jó, tehát ez logikailag egy öm, objektum lesz. Így van. Sziasztok! Üdvözlök mindenkit ismét. Folytassuk a magas szintű programozási nyelvek egy tantárgyat, mégpedig a laborfelvezetés keretei között. De hát folytatjuk a programozást, alapvetően ezért vagyunk itt, és ezt is fogjuk csinálni. Ugye ott hagytuk abba, hogy megcsináltuk ezt a Lines objektumot, Úgyhogy megyünk tovább, mégpedig ilyen utility osztályokkal megcsináljuk a Colort, meg a lines style Szerintem lehet, hogy a fontot is, esetleg a filkolort. Jó, csak ilyen könnyed felvezetésként folytassuk, mert, mert haladni is kéne. Szóval itt hagytuk abba, pontosabban nem itt, hanem ugye itt a Linesnál, és itt vagyunk a Graph Headerben. Itt a sép osztály, ezzel most nem foglalkozunk, ezt majd megnézzük jövő héten, hanem ide akkor megírnánk egyrészt a, a kolort, meg a line style biztosan, de szerintem akkor megcsináljuk a, a fontot és a fill kolort is, csak hogy haladjunk. A textet majd később fogjuk még használni, de hogy mi a fontot, de azért csináljuk meg azt is. Jó, ezek ilyen utility osztályok lesznek, igazából ez tényleg csak azért kell, hogy, hogy ezeket tudjuk, ezeket is tudjuk értelmesen kezelni, ezeket is interfészeljük meg. Na, úgyhogy akkor kezdjük a kolorral, én azt mondom, és akkor itt van nekünk ez a Color osztály, és alapvetően itt, hát egyrészt lesz egy ilyen enumunk, vagy enumunk, ami ez a color type, Hát nem biztos, hogy ez a legjobb ö, név, de akkor itt fogjuk felsorolni ezeket a színeket, és akkor például ugye itt ezt már néztük, hogy a red az legyen ez a FR red, ö, akkor a blue az a FR blue, és így tovább. Jó? Ö, mindjárt ezt ö, beírom. Ugye ez a FLRed, red meg FR blue, ez egy, egy ilyen full library is konstans, vagy define, még nem elfelejtettem megnézni a kettő közül valamelyik. Nyilván emögött is valamilyen értékek vannak, de tudjuk, hogy az inám az, hogy működik. Nyilván itt valahol értékek vannak, de az érték nem számít, hanem csak és kizárólag a név az, ami számít. Tehát itt konkrétan az, hogy red, vagy az, hogy blue. És innentől kezdve már egyértelműen tudunk rájuk hivatkozni, ugye ez az inámnak is a lényege. Szerdán 10 beszélünk erről ugye az ismétléses laboron, és tulajdonképpen itt csak nevet adunk ezeknek a hát konstansoknak, ha úgy tetszik. Jó? Van mögötte érték, de a név a lényeg. Na, és akkor én most itt elegánsan ezeket itt szépen kimásolom. Jó, csak hogy meglegyen, hogy ne kelljen ezt egyesével leírnom. Szépen ez itt akkor megvan, úgyhogy akkor megvan a color type inámunk, és akkor innentől kezdve már ezt tudjuk színekre használni. Jó. Hello para. Köszi, hogy szólsz. Mindjárt lesz te is elvileg. Jó. Úgyhogy akkor a color megvan. Másik dolog, amit meg kéne csinálnunk, az a transparency. És a transparency pedig igazából csak annyi lesz, hogy lesz egy invisible, illetve egy visible tagja, és ugye ez 0 vagy 255 lesz, ugye? Invisible 0, visible 255, de emlékeim szerint a full lehet állítani más értéket is. Hát itt most tényleg így nagyon leegyszerűsítjük, vagy látható, vagy nem látható. Jó, tehát itt ennyit kell látni. Nyomjak egy Ctrl v a chatbe. El tudok én ilyen hosszút küldeni? El. Jó van. Jó, ott van nektek is, bedobtam. Tudjátok ti is használni. Jó, rendben van. Tehát akkor megvan a Transparency is. Akkor már csak ezt a color objektumot meg kéne tudni alkotni. Úgyhogy akkor csináljunk ehhez. Készítsünk ehhez konstruktorokat. Egyrészt kéne olyan, ami simán ilyen color type-os. Tehát csak a color type adjuk meg. És ezt értékül adjuk a lokális színnek, de még nincs lokális színünk, úgyhogy akkor azt csináljuk már meg. És itt pedig az lesz, hogy egyrészt legyen egy unsigned csara visibility-re, meg legyen egy hát FL-color típus. És ennek nem fogtok örülni, mert ez egy ez egy fulltik típus, jó, maradjunk annyiban, hogy a fulltick ilyen FL color típusba tárolja a, a színt. Jó, és akkor ennek fogjuk majd értékül adni. Hát és akkor itt ez, ez hát megint egy kicsi ilyen lenyúlás a, a mélybe. De akkor itt tulajdonképpen ezt csak elkészítjük, ezt az FL color objektumot. Hát vagy, jó. Most maradjunk ennyibe, hogy megcsináljuk ezt az FL Color objektumot, és értékül adjuk itt ugye a, a privát tagnak. Jó, nem akarom túl bonyolítani, és a v pedig állítsuk defaultba, visible -re. Jó, tehát hogy látható legyen ez a, <kül> tehát simán láthatóvá tesszük, simán láthatóvá tesszük. Jó. Legyen egy olyan, amiben tudjuk állítani a transparency is. Ez pedig hasonlóan működjön, mint az előző, hát itt ezt kikopizom elegánsan, és itt csak annyit csinálok, hogy a V az a VV legyen. Ugye, mert itt ha átadjuk paraméterül, akkor használjuk is. Alapvetően. Jó, akkor jó lenne egy ilyen intes. Már csak azért, mert majd valószínű, ezt fogjuk használni. A... így van, ezt fogjuk használni ott a Vector f nél amire rá is világítottatok az előző adásban. És itt igazából, ezt az intet fogjuk kasztolni, vagy hát átalakítani ilyen FL Color típusra, mert hogy ez így, így is működik, és a vét pedig beállítjuk megint csak visible Jó. Még nézem, hogy van-e még itt konstruktor. Aha, igen, 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 van hogy csak a Transparency-t állítjuk. Úgyhogy akkor ezt is megcsináljuk. Transparency. Itt a színbe állítjuk a alapértelmezetre. Tehát ami a fultikben az alapértelmezett szín, illetve a Transparency-t pedig a VV-re. Így. Elvileg a színnel így meg is vagyunk. Pár ilyen setter meg getter függvény, öm, azt ne felejtsük el. Csak akkor csináljunk már egy olyat, hogy el tudjuk kérni intként a színt. Öm, ez egy sima getter függvény, és egész egyszerűen csak visszaadjuk a, a c-t, de ezt intre kéne kastolni szerint. Nem, nem kell, nem, így jó, így jó. Tehát simán visszaadjuk a szint. Oké, okay. kéne egy olyan, ami visszaadja a visibility-t. Visibility. Visibi. Visibility. Simán mehet vissza a v és kéne még egy olyan, amivel be tudjuk állítani. A láthatóságot. Jó, és akkor itt át tudjuk állítani a, hát az átlátszóságot. Talán. Mondhatjuk így. Edith Adri simán ez csak egy, egy változó név. Lehetne akár kolbász is, csak vv-a neve. Jó, ez csak egy, egy, tényleg egy, egy változó név, semmi különös jelentése nincs. Jó. Oké. Okay. Akkor azt hiszem a, a kolor most már rendben van. Um, ahogy mondtam, tényleg ez egy, ez egy nagyon egyszerű kis dolog. Tényleg a két inam itt a lényeg, ugye a color type, illetve a transparency, és ennél a két inamnál ugye a név a lényeg. Mondjuk itt ugye nyilván az érték Kis érdekes, mert érdekes lehet, de mondom, itt, itt igazából a nevek a lényeg. Jó, és akkor itt a red, a yellow és a többi. Az, hogy ezt ilyen könnyen és olvashatóan tudjuk használni, azért kell. Láttuk is, hogy milyen egyszerű beállítani. Nem kell fejből tudni a számot, vagy RGB kódot, vagy ilyesmi. Lehet, hogy emögött amúgy már RGB kód van. Ezt majd, ezt majd megnézzük, megbeszéljük. Jó, tehát ennyi a kolor igazából. Kolor kész van, kolorral meg vagyunk, és akkor menjünk tovább, nézzük meg a, a, line style -t. Ez is hasonló lesz, talán egy picit egyszerű, mert ott nincs visibility, úgyhogy akkor nézzük ezt meg. Itt a line styleunk, és itt is lesz egy inám, ami tulajdonképpen a, a line style type lesz, nyelvtörőnek se utolsó, és akkor itt pedig simán meg tudjuk adni a, az, hogy milyen van, és akkor itt van egy solid, ami az FL, FL solid tulajdonképpen, tehát a full T-be is. Na most itt megint bevillan a copy paste, mert az ugye mindig kéznél van. Hát bedobom ezt is ide a chatba, hogy lássátok, ti is tudjátok használni és még lehet, hogy hibás is. És után miért van veszül. Na mindegy, reméljük nem az éme valamit kimaradt. Jó, tehát itt van ez a, ez a pár típus, és akkor itt van kommentben, hogy egyébként hogy néz ki maga a vonalstílus. Ennyi igazából. Jó, és akkor ehhez megint csinálunk konstruktorokat, ugye érdemes egy olyat, ami alapvetően a line style type állítja, nyilván hát mi legyen ez a mondjuk SS, mint style, és akkor ez tényleg csak annyit csinál, hogy beállítja a lokálist, vagy hát a tagot pontosabban, mindjárt megcsináljuk a tagot is meg itt ugye a line style tudjuk állítani a vastagságot, ami a dupla lesz, és ezt meg beállítja az alapértelmezetre, ami el is felejtettem, hogy mennyi. Nulla. Meglepő módon. Jó. Na hát, de hogyha lehet állítani a vastagságot, akkor legyen már egy olyan, amiben azt is tudjuk állítani. és ez pedig egy sima int, hanem emlékezetem nem csal, mert egy sima integer lesz, emlékeim szerint az, hogy hány pixel vastag legyen, ugye? Ja, já, hány pixel vastagságú legyen, és akkor itt is átadjuk a line style meg ugye a vonal vastagságot. Jó, és akkor legyen egy olyan, mert ez az SS, ez megint lehet egy integer is. Jó, tehát azt, azt, azt is be fogjuk állítani. És itt igazából ezt fogjuk átkasztolni, és ennyi. Jó, tehát ugyanúgy, mint a kolornál, itt is engedünk integert. Itt is ö, engedünk integert. Mondom, ez nem szép, ez a, alapvetően tényleg amiatt kell, hogy ö, a rultiq library engedi ilyen kasztolást is. Ö, mert valószínű hogy itt a háttérben valamilyen integerek vannak, ne, ne nézzünk be most mögé, hogy feltétlenül. Oké. Okay. Jó. Hát itt ez mondjuk szerencsés lenne ilyen explicitét tenni, de. Hát, hogy nem is biztos. Mindegy, menjünk tovább. És akkor ugye még kellene pár ilyen getter függvény. Ugye? Így van kell egy a szélességnek. Ezt mindig rosszul írom le. Vid. Igen, egyszerűen már hogy hogy kell leírni. Konst, és igazából itt csak visszaadjuk a vét, és ugyanezt megcsináljuk a style-ra, ahol pedig az est adjuk vissza. Na, és akkor most jelentnek a tagok, és ez két integer lesz. Így van. Tehát a stílus, meg a szélesség. Nézzük meg a fontot, mert az is viszonylag egyszerű ilyen utility osztály, és jó lenne látnunk, hogy hogyan is néz ki. Mondom, itt is ez is ugyanaz lesz, mint a, a text, vagy a, a line, vagy text, a color, vagy a line style. De nézzük meg akkor ezt is. Na most a változatosság kedvére ez egy class lesz. Nincs különösebb ok, hogy miért. Csak, hogy lássunk ilyet is. és hogy itt akkor, ugye ez miben különbözik, hogy itt nyilván a, mondjuk az inam, inam tegyük publikusra, csak hogy ugye lássuk a neveket. és akkor ez, itt lesz ugye egy ilyen font type, és akkor ide lehet fölsorolni ezeket a betűtípusokat, mit tudom én, itt van egy ilyen, hogy helvetik a Helvetica csak sikerül leírni, és akkor ez ugye az FL Helvetica lesz. És így tovább. Na most ezt megint be copy csak hogy egyszerű legyen a, a dolog. Jó, meg bedobom nektek ide a chatbe is. Hát ez már limiten túl van. Hát amúgy a repo-ba megtaláljátok majd ezt is megtaláljátok ezt is, de a nagy része az ott van. Jó. Meg igazából nem is biztos, hogy kell nekünk majd az összes, csak tényleg, hogy lássuk, hogy ezek is ilyen sima kis inámok, semmi különös. Csináljunk ide is konstruktort. Na most ugye betűnek, hát itt most nekünk csak a típusa a lényeg, mert majd a méretet, azt emlékeim szerint máshogy fogjuk tudni állítani, meg az nem is feltétlenül tartozik logikailag a betűtípushoz. Hát igen, most ha így végig gondoljátok, akkor azért a, a betűméret nem része a betűtípusának, tehát miért is tennénk ide. Üm. Bár még az is azt se kizált, hogy meg tudnátok győzni az ellenkezőjére, de maradjunk csak abban, hogy a font legyen egy előre itt. És akkor itt ugye egy ilyen font paramétert várunk, amit átadunk ennek a lokális fontnak, amit majd mindjárt megcsinálunk. Mondom, teljesen ugyanaz a metódus, mint az előbb. Ugye át tudunk adni egy intet is, tehát intre is működjön és így akkor tényleg ugyanaz. Jó, tudjuk visszakérni. Ez itt konst, ugye ez a sima getter függvény, és ez a return f. Így van. Jó, és akkor, ha ez megvan, akkor már csak egy privát tagként definiálnunk kell magát a, a fontot. Jó. Hát az, hogy ez class, az tényleg csak annyi, hogy itt jelezni kell a publicot, hogy ugye ez a inon type, ez public legyen. Esetleg annyit lehetne javítani még, hogy az f-et behozzuk előre, mert így akkor ez default privát lesz, és akkor ez a rész nekünk nem kell. Tehát ezt itt ki is szedhetjük, mert akkor ez ide nem kell hanem ez akkor ez itt van, és ez privát. Jó? Tehát ennyi a különbség a class meg a struct között, hogy így akkor a default az a, a privát, a többi meg public. Tehát a publicot jelezni kell. Na, alapvetően ennyi. Ugye a structnál pont fordítva van, ugye ez a publicus, public rész, tehát ezt nem kell, ugye a privát részt viszont így kell. Jó, egyébként azzal nem követtek el hibát, hogyha ide előírjátok, hogy privát. E tehát ez nem gond, csak nem szükséges. Jó, rendben van. Na hát akkor elvileg a font type is megvan, és akkor még egy ilyen utility osztály van. Még egy ilyen utility osztály van, ez pedig a fill. Hát ezt is csináljuk meg, mert alapvetően... Alapvetően ez egyszerű. Ugye itt már annyi történik, hogy ö, ugye van egy színünk, és ezzel a fillel igazából csak azt mondjuk meg, hogy van-e fél, vagy nincs fill, és hogyha van, akkor az milyen szín. És ö, ez kicsit úgy egyszerűsít a, a, az objektumok színezésén, tehát ezen a kitöltő színen. Ö, picit úgy könnyebben tudjuk ezt ezt ö, használni, csak tényleg ezért csináljuk meg. Tehát akkor legyen egy ilyen fill osztályunk is megint ö, tényleg egyszerű. Nyilván itt most nem lesz belőle egy inám, mert, ö, mert itt nincs mit in-em-olni itt tényleg csak úgy, úgy, nyilván tartjuk, hogy, hogy, ö, hogy ez legyen. Csináljunk egy konstruktort, ö, az alapértelmezet pedig, hát hogy is nézzen ki, mondjuk lehet, hogy ez a tagokat kéne, és akkor látszódik. Tehát először is legyen egy olyan búl, hogy, hogy van-e kitöltő szín, illetve legyen egy kolor, hogy mi az a kitöltő szín. No color és fél color. És ezeket kéne paraméterezni. Tehát az alap az legyen, hogy nincs. Nincs kitöltő szín. A color pedig legyen nulla hiszen mondjuk mindegy, hogy mi, csak valami legyen. Mert ez ugye ezzel jelezzük, hogy nincs kitöltő színünk, illetve legyen egy olyan konstruktor, amivel tudunk adni kitöltő viszont akkor ide kéne egy ilyen color objektum, color objektum, hát color nyilván mert úgy az egyszerű, a no field, azt false állítjuk, mert így most már van kitöltő szín, az F colornak meg beállítjuk ezt a c Jó. Kinejünk egy get meg egy set függvényt, ö, legyen egy ilyen void set fill color, és ezt a set fill ugye ennek átadunk egy color objektumot, ezzel mondjuk meg, hogy milyen színű legyen az a kitöltőszín. Jelenjelző C. Erről lehet, hogy itt hát no field force kéne állítani. Nem ártana. Hát csináljuk így már jobban látható. Oké, okay, és, és, akkor még el is kérjük, hogy milyen a félkolor. Return app color. Alapvetően ennyi. Jó, és akkor van fillünk is kezdjük az Open Polyline-nal. Ami ugyancsak egy shape objektum lesz, pontosabban egy shape base osztályú objektum. És itt alapvetően ugye kell két, csináljunk két konstruktort, legyen egy alap, ami igazából hát nem csinál semmit. Jó. Illetve legyen egy Initializáló listás, ahol egy listába meg tudjuk adni a pontokat, hasonlóan, mint az imént ugye a lines esetében. lst, és e, itt igazából csak annyit csinálunk, ja, ezt ne felejtsük el, hogy a lista típusát meg kell adnunk, és itt igazából megint csak annyit csinálunk, hogy hívjuk a shape konstruktorát, hiszen ugye a shape van egy olyan konstruktora, ami ugyanezt tudja. Jó, és mivel hogy a shape konstruktorai protektidek ezért az open polyline osztályból a shape osztály konstruktorait elérjük és használhatjuk. Jó, de csak innen, ez nagyon fontos. Oké, és ö, amit még kell egy add, hogy legyen egy add függvényünk. Bár ezt még lehet, hogy használhatnánk a sépét is, de mindegy csináljunk. Point P. És igazából tényleg csak annyit csinálunk, hogy hívjuk a sép add függvényét, és majd ő intézi, amit kell. Ez megint hasonló, mint a, a az iménti esetben, ugye a, a lánynál nem biztos, hogy erre lenne feltétlenül szükség, mert működne ez a nélkül is. De azért csináljunk, illetve kell egy draw lines, azt viszont mindenképp meg kell írnunk majd. Már is megírjuk. Z plusz, ez csak azért van, alapvetően nem az itt a lényeg, hogy nem csinál semmit, mert csinál. Viszont, hogyha ez nem lenne, akkor nem tudnánk csak egy üres polyline objektumot csinálni, hanem kénytelenek lennénk ezzel a konstruktorral elkészíteni. Jó? Kipróbáljuk, megmutatom, mi, mi itt a lényeg. Hogy miért kell az alapértelmezett konstruktor. Ez az egyik ok. A... Nézzünk majd másokat is a fél év második felében. Na, és akkor. Implementáljuk a draw lines t Jó, és ez már megint egy kicsit csúnyább lesz. Mm. Megint egy kicsit csúnyább lesz. Uh. Ugyanis itt már tényleg használnunk kell megint a full ticket, megint ugye színnel kell játszanunk, meg itt most egy ilyen komplex poligont kell nekünk rajzolni, úgyhogy hát ez nem annyira szép, de kénytelenek vagyunk ugye néha egy kicsit besározni magunkat. és akkor hasonlóan az elő, előző alakzathoz, itt is ugye először meg kell néznünk, hogy a a szín az látható-e. Tehát egyrészt megnézzük, hogy ezt a félkolort, és hogy, tehát elkérjük a félkolort, és megnézzük, hogy láthatóra van-e állítva. Jó, tehát hogy az objektumunk láthatóra van-e állítva, mert csak akkor rajzoljuk ki. Egyébként nyilván nem. Jó, és ez pedig azt jelenti, nyilván, hogyha a visibility az nulla, akkor azt jelenti, hogy nem látható. Ez akkor itt ugye false lesz, de mivel hogy látható, ezért tehát ha látható, akkor pedig true, és akkor le fog futni. Na, és akkor itt megint ugye a színnel játszunk, hiszen itt be kéne állítani azt a szint, amivel rajzolni fogjuk, és itt akkor kérjük el ezt a félkolort, és akkor itt használjuk ezt az ezint függvényt ismét megint azt csináljuk, hogy elkérjük, hogy mi a kitöltő színünk, átalakítjuk integerre, ez az FL Color pedig a, a Library-nek a, a, színét állítja, tehát innentől kezdve ilyen színt fog használni. Ha mi itt beállítunk pirosat, akkor itt meg fog jelenni, hogy itt a piros színünk van, integerre kastolva, nem érdekes, és ez itt szépen beállítja a Fultic Library-be, hogy pirosra rajzoljon. Jó, csak így nagyon egyszerűen. Utána kell egy ilyen hát ilyen Fultic Library is dolog, hogy mondani kell a magának a library-nek, hogy mi most egy ilyen komplex poligont fogunk rajzolni. Úgyhogy akkor ezt tegyük is meg. Ezzel a FL Begin Complex Polygon poligon hívással. Ezzel csak jelezzük, hogy elkezdünk rajzolni egy poligont. A végén meg majd mondani kell, hogy end, tehát hogy végeztünk a, a polygon rajzolással. És akkor tulajdonképpen most jönnek a most jön az, ami majd meghúzza a vonalakat, és ezek a vonalak ilyen komplex poligon esetén úgynevezett ilyen vertexek lesznek, de mondom nem grafika óra, meg ne is feltétlenül kérdezetek tőlem ö, ilyeneket, mert grafikából azért nem az erőségem, mondjuk úgy, hogy nem a szakterületem. Jó, és akkor megint csak pontról pontra haladunk, úgy ahogy az imént. Úgy ahogy az imént, és itt fogunk egy-egy ilyen vertexet húzni. Vagy élt, csak hogy magyarul mondjam, és hát hol, ugye a point i x és a point i y-hoz. És akkor itt ugye nem azt csináljuk, hogy két pont között ö, húz egy vonalat, pontosabban azt csinálja, viszont a vertexnél elég egy pontot megadni, mert az előző pontot tudja. És tudja azt a pontot, és a következő pontba fogja húzni az élt. Ilyen egyszerű, ö, alapvetően ennyi az, amit, amit itt nekünk tennünk kell. Jó. Oké, és ö, tehát húztunk éleket ugye a poligonba, és szerintem itt be is zárhatjuk, tehát mondhatjuk azt, hogy FL and Complex Polygon. Legalábbis remélem, hogy így van a függvény. Meglátjuk. Jó. Oké, és szerintem ennyi. Hát még egy dolgot, hogy állítsuk vissza a szint, ugye a Fultic Library szint állítsuk vissza az alapértelmezet le. Ezzel a Color Ezint e, függvényel. Jó, rendben van. Oké, és tehát így akkor meg is vagyunk. És még egy dolgot kell tennünk hogy hívjuk a sémnek a drawlines függvényét, hiszen majd ez fogja tulajdonképpen kirajzolni. Ugye egyelőre még csak megvan a poligonunk, megvan a poligonunk, most már ki is kell rajzolni. csak akkor rajzoljuk is ki. Megint megnézzük, hogy a, a színünk az rendben van-e pontosabban itt már a vonalakat rajzoljuk meg, mert itt ugye a poligont rajzoljuk meg, itt meg ugye a vonalakat. Alapvetően. És hogyha az jól van, igen, tehát hogyha az láthatóra van állítva, akkor hívjuk a ősosztálynak a Draw Lines függvényét. Legalábbis remélhetőleg, így akkor rendben leszünk. Jó, de próbáljuk ki. Na most, hát ezeket bedobom itt kommentbe, csak hogy ne zavarjon. Kitörölni nem akarom, mert főkommitolom a repóba, akkor legyen már meg. És akkor csináljunk egy ilyen Open Polyline-t, és használjuk. A lista konstruktort. Hát milyen értékeket adjunk? Menjünk a könyv szerint, az a biztos. És akkor, ha minden igaz, ugyanazt fogjátok látni. Jó, tegyük fel a green-re, És próbáljuk ki. Hát errorunk az van, megint csak. Jó, hát akkor javítgassunk. Azt mondja, hogy itt az FL kolornál van. Akkor a színnél rontottunk el valamit. Azt mondja, hogy... FL color. Akkor lehet, hogy kisebb fel van. Igen, Sedit Adri, én is erre gyanakszom. A könyvben nézek. Hát vagy nagy C-vel. Az is jónak tűnik. De nézem. Itt a kis dokumentációt. Ilyen nagy cével van. Ja. Jó, próba újra. Szerintem még mindig lesz sok hiba. Így van. Mert mindenhol konzekvensen rosszul írtam. Úgyhogy akkor ezt mindenhol javítani kell. És ahogy látom, mindenhol ez a hiba. Jó, mondjuk így akkor egyszerű a dolgunk. Mert akkor tényleg csak így a ezeket. Oké, és... Na, próbáljuk újra. Na, most működik. Mutassuk, és ott van a poligon. Pontosabban ez az Open Polyline. Itt akarnám mondani, hogy itt a könyvben van szerintem egy hiba. És akkor meg is mondanám, hogy mi ez a 456. oldalra, hogyha odalapoztok a könyvbe, akkor látjátok, ott az Open Polyline-nak a deklarációjánál. Itt ez a két konstruktor, ez nincs ott tulajdonképpen. Jó? Hanem itt azt csinálja, hogy itt e, úgymond delegálja az ősosztály konstruktorát. Tehát egész egyszerűen csak annyit mond, hogy using shape, e, shape. Viszont e, alapvetően ezzel az a probléma most itt jelen esetben, hogy a shape osztálynak, most fölvillantom, mindkét konstruktora, protected. Ami alapvetően nem rossz, hiszen ezt majd használnánk nyilván, és a, ugye a leszármazott osztályokban használjuk is, viszont ugye a using hogyha így adjuk meg, akkor az magával viszi a láthatósági szinteket is, tehát az Open Polyline osztályban is a konstruktorok protected lesznek. Mutatom, És itt írni is fogja nekünk rögtön, hogy a graph Leap Shape az Protected. És én úgy gondolom, hogy ez egy hiba, hiszen, ahogy mondtam, megy vele a láthatósági szint is. Igazából tudnánk használni, és használjuk is, hogyha visszanéztek ide akkor használjuk is ugye ezeket a konstruktorokat, tehát itt van a sima alapértelmezett, illetve itt van ugye az inicializáló listás konstruktor, ez totál ugyanaz, mint a shape osztály konstruktorai, és itt tulajdonképpen használjuk is. Jó, viszont így, tehát így használhatjuk, tehát protected konstruktor tudunk a leszármazott osztályból hívni, viszont delegálni nem tudunk ilyen módon, mert az magával viszi a láthatóságot is. Jó? Mindjárt mutatok egy olyat, ahol működik, hiszen az Open Polyline után most a Closed Polyline jön, és a Closed Polyline-ba pedig az Open Polyline konstruktorait fogjuk használni, így módon. Jó? Szóval ez a könyvben így van, és szerintem ez hiba egyébként. Már csak azért is, mert a shape -osztály konstruktorait nem tehetjük publikussá, mert akkor nem absztrakt osztály lenne. De erről ma jövő héten beszélünk. Jó? Tehát a shape osztálynak nem lehet publikos a konstruktora. Na mindegy, ezt csak úgy megjegyezném, hogy ha olvassátok a könyvet, akkor euh, tudjátok, hogy mi a, mi a probléma ezzel. Jó. Szóval mi használjuk ezeket a konstruktorokat, és akkor megmutatnám, mert itt kérdeztétek, hogy mire jó a alapértelmezett konstruktor. Hát egész egyszerűen csak arra, hogyha nem így módon szeretnénk használni, hogy megadjuk a inicializáló listát, hanem simán csak annyit csinálunk, hogy létrehozunk egy ilyen open polyline-t, és később adogatjuk hozzá a, 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 pontokat. Tehát ezzel a sima add függvénnyel. Ugye ahogy volt is. Hát csináljuk meg akkor így is. Szépen hozzáadogatjuk egyesével. Ha minden igaz, ugyanazt kell majd lássuk. Mi volt az utolsó? 300-200. Jó. De azért próbáljuk ki. Elvileg működnénk kell. Oké. Így is van, és látjuk, hogy ugyanazt a polilányt látjuk mint az imént jó, tehát ezért van értelme az alapértelmezett konstruktornak hogy ott legyen mert akkor ezt nem tudnánk megtenni tehát ha én ezt itt most kiszedem akkor itt nekünk kibát fog jelezni hogy nincsen default konstruktor hát nem is default hanem nincs ez a, hát de default konstruktor így van jó Úgyhogy ez kell nekünk okvetlenül. Menjünk tovább, és nézzük meg a, a Closed Polyline-t. Alapvetően ez annyival lesz több, hogy. Ö, picit több vonalat húzunk, hát konkrétan egyel több vonalat kell húznunk, ugyanis rá kell húznunk az utolsót az elsőre. Már az utolsó pontot hozzá kell kötni az elsőhöz, hogy bezárjuk. Úgyhogy akkor folytassuk. És akkor itt már tényleg azt fogjuk csinálni, hogy van ez a close polyline ami ez esetben most nem egy shape lesz, hanem egy open polyline, hiszen ilyet is tudunk csinálni. És akkor itt tulajdonképpen az open polyline osztálynak a dolgai fognak öröklődni. Elnézést, hogyha pongyolán fogalmazok, de még, még nem jutottunk el odáig, hogy ezt meg is nézzük. Téma jövő héten lesz erről részletesen szó, hogy akkor ez az öröklődés, meg ilyesmi, hogy működik. Maradjunk annyiba, hogy a Close Polyline-ba benne lesz minden, ami az Open Polyline-ba is benne van, de majd részletezzük ezt jövő héten. Jó, és akkor itt már tudunk olyat csinálni, hogy delegáljuk az Open Polyline konstruktorát, hiszen ezek publikus tagok. És akkor ezeket itt, itt elérjük, tudjuk használni, tehát lesz megint egy alapértelmezett, meg egy inicializáló listás konstruktorunk. És akkor ezek működni fognak, de azért kipróbáljuk, hogy lássuk. Jó, amit itt nekünk még módosítani kell, hiszen mondjuk az add függvény az rendben van, tehát azzal nem lesz gond, a drawlines függvény lesz egy kicsit más, de ott is használni fogjuk az, az ősosztálynak a drawlines függvényét, tehát az Open Polyline drawlines függvényét. Szóval ezt is meg kell majd írnunk, de akkor nézzük is meg, hogy, hogy ez, ez hogy működik. Így van. most, és itt igazából első körben ez jól működik, tehát ez itt rendben lesz, úgyhogy ezt csak itt most hívjuk, tehát csinálja meg a munka a részét, és akkor itt kéne az, hogy húzunk egy vonalat a az utolsó és az első pont között, ez pedig hát simán itt az FL line-nal kéne ha látható igen, igen, ezt megint lekérdezzük color visibility jó, mert amúgy ne húzza meg és akkor itt jön most egy viszonylag hosszú paraméter mert ugye az kéne, hogy Ugye húzunk egy vonalat, először is a utolsó pont, number of points, minusz 1, x koordinátája, akkor a másik legyen a point, number of points, 1, y koordinátája, illetve a két első koordináta között, x, illetve point 0, y. Jó, hát ez tényleg csak egy vonalat húzunk. Ugye ez az utolsó pont, number of points minus 1, annak az x, illetve y koordinátája, ugye a point 0 pedig a a legelső pont annak az X és az Y koordinátája között húzzon egy szép vonalat. Jó, próbáljuk ki ezt is. Sőt, itt szerintem azt fogom csinálni, hogy itt a pontokat nem is módosítom, hanem csak ezt itt átírom close-ra. Hát a név az most nem lesz, nem fog stimmelni, de hát ha. Hát ha. Jó. Na, és akkor látjuk az eredményt. Ugyanezt a négy pontot adtuk itt meg, csak ő annyit csinált, hogy még ezt e, e közé a két pont közé húzott egy vonalat. És így lezárt ez a Polyline. Megint használjuk azt, ami már készen van, az OpenPolyline-nak a konstruktorát, illetve itt az OpenPolyline-nak a Drawline függvényét. Ez úgymond a munkoroszfár részét megcsinálja. Hát esetleg még próbáljuk ki tényleg, hogy a konstruktor is működik-e, már az inicializáló listás konstruktor. Úgyhogy akkor itt ezt kikommentelem. És akkor nézzük meg ezt, csak nehogy rossz legyen. Jó. Jó, alapvetően ugyanazt csinálja, ugyanaz az eredmény, úgyhogy, úgyhogy rendben is vagyunk. Az plusz itt érdeklődik a draw lines kapcsán. Ez itt csak a, a deklarációja a függvénynek. Jó, tehát itt csak bevezetjük a nevet, és itt az implementációba pedig ö, definiáljuk a függvényt. Jó? Alapvetően az a, hát mondanám, hogy ilyen ökölszabály nincs erre azért úgy külön szabály, vagy ilyesmi, hogy amilyen rövidebb függvény, azt lehet itt a headerbe is definiálni, mondjuk amilyen egy sorba megvan. Vagy mondjuk így, ennyi. Jó? De ami már ilyen hosszabb, mint például ez, meg látod, itt lenyúlunk a library-be is, meg ugye itt is lenyúlunk a full be ezeket mindig tegyük ki külön a cpp fájba jó? Ugye, ez nem azt jelenti, hogy a drawlines a, a, a struktúrán kívül van, hiszen ezzel jelezzük, hogy melyik drawlines-t definiáljuk, tehát ez is a struktúrán belül van, ez csak ilyen szövegszinten van külön szedve. Jó? Tehát szövegszinten van külön szedve, a drawlines, ez a drawlines ugyanúgy benne van a close polyline-ba, hiszen ezzel jelezzük, hogy a close polyline-nak a drawlines függvényét definiáljuk. Jó. Itt tényleg csak annyit kell látnod, hogy, hogy ez így olvashatóság szempontból külön van véve, használja valaki például ezt a Graph library és csak rápillant, hogy fú, hogy is van az Open Polyline, és akkor át van egy ilyen konstruktor, és akkor itt már rögtön látja, hogy ez egy initializáló lista, jó. Itt van egy Draw Lines, oké, ezt használjuk, nem érdekli, hogy hogy van, hogy kell pontot hozzáadni, point a paraméter, oké. Tehát kicsit úgymond elrejtjük az olvasó elől a sok-sok a, a szöveget. Jó? És akkor ez a header, ez sokkal olvasható marad. Ugye alapvetően amit kimarad, az a kommentezés, az kellene, de hát a sok idő, maradjunk annyiba, nyilván a valóságba tessék fölkommentezni, ugye itt is beszéltük ezeket a konstruktorokat, hogy, hogy mik a problémák, hogy hogy működnek, vagy ami itt például, ugye ezek amit korábban kérdeztetek, hogy mi vagy ha páratlan számú, akkor nem tudunk lányzat rajzolni, ilyesmi. Kommentezzük föl, főleg ami ilyen, ilyen kicsit a hát problémásabbnak tűnik, vagy ami nem egyértelmű elsőre. Jó? Oké okay. De amúgy ennyi igazából, hogy, hogy külön vesszük a definíciót. Nézzük meg a poligont. Ez a következő. Viszonylag problémásabb ez is. Alapvetően maga a definíció az nem lesz vészes, viszont itt a drawlines lesz, lesz teendő. Hiszen uh, alapvetően ez is egy close Polyline lesz, és akkor ugye nyilván tudjuk használni a, a close Polyline-nak a, a konstruktorát, tehát ugyanúgy, mint a, az Open Polyline-nál, tehát ez is uh, rendben van. Ugye a még kicsit más az ugye a, az Add függvény, hiszen ott majd kell egy kis hibakezelést csinálnunk, ami amúgy rosszul működik, úgyhogy ezt majd debugolni kell, majd debugoljuk, csak nem ma esetleg kiadható feladatnak, ha gondoljátok, majd meglátjuk. Szóval lesz egy add függvényünk, viszont ez most kicsit bonyolultabb lesz, mint a többi, úgyhogy ezt itt csak deklaráljuk, és lesz ugye a drawlines függvényünk, ami megint nem lesz túl szép, de... De sajnos ez ez a poligon, ez, ez egy kicsit ö, olyan, olyan komplikáltabb dolog. És akkor nézzük meg először a, az ed függvényt. Jó, mert hogy ö, az tényleg egy picit, picit bonyolultabb lesz, de ne itt, bocsánat, hanem itt. És akkor a poligonnak az add függvényét nézzük ugye pontot adunk hozzá, így van. Na, és akkor ugye itt alapvetően az kell nekünk, hogy adunk hozzá pontokat, ugye egyrészt figyelnünk kell arra, hogy ne adjuk hozzá ugyanazt a pontot kétszer, mert nyilván az akkor úgy, úgy, úgy akkor már probléma, illetve, hogy figyeljük azt, hogy ahogy adogatjuk hozzá pontokat, ezek a pontok ö, keresztezik, ez, az, ezek a pontok által meghúzott egyenesek, keresztezik egymást valahogy. Ö, ugye hozzáadunk két pontot, ö, nyilván az meghatároz egy egyenest, ott még nincs kereszteződés. Hozzáadjuk a következő pontot, elvileg még ott se lehet. De, de nyilván, ö, hogyha mondjuk pont arra az egyenesre adjuk, ahol amit meghúztunk, akkor igen és aztán a negyedik pont, és itt tovább, és szépen pontról pontra megnézzük, hogy az addigi egyeneseket keresztezi-e az az új, amit húznánk. Jó? Na most nyilván ezt a függvényt én megírtam előre, ezt most nem fogom elmagyarázni, ez egy, hát még szerintem valamilyen ilyen exponenciális futás idejű függvény, elég macerás, elég bonyolult, simán csak be fogom ide copy és használjuk. Jó? Tehát nem fogom most itt ezt külön bemutatni, nem érdekes meg, tényleg csak megy vele az idő. Jó? Úgyhogy, ö, úgyhogy akkor ezeket figyeljük, meg amit még nem lehet ugye az, hogy, ö, hogy, párhuzamos legyen, tehát olyat nem engedhetünk meg, hogy két vertex ugye pontosan illeszkedjen egymásra, ö, tehát ezekre figyelni kell. Jó, tehát nem, nem az a baj, hogy párhuzamos-párhuzamos lehet, bocsánat, nem illeszkedhet egymásra. Így helyes. Jó, na, és akkor nyilván itt először is kérdezzük le a pont, pontok számát, hiszen erre majd nekünk szükségünk lesz, komoly szükségünk lesz, hogy, hogy ezeket tudjuk nézegetni. És akkor nyilván alapvetően azt fogjuk nézni, Azt fogjuk nézni, hogy az, amit hozzáadunk. Tehát először is nézzük meg, hogy több pontunk -e, van-e, mint egy. Jó, hát ez ez mondjuk egy elég alap, itt azért ez, ez nem olyan érdekes. Nézzük meg, hogy amit hozzáadunk, az ugyanaz-e, mint a, az utolsó, amit fölvettünk. Jó, és akkor itt jön az egyenlőség, amit megírtunk a pont típusra. Gyorsan megnyitom. Ugye itt vagyunk a point header-be, és akkor itt jön képbe ez az egyenlő operátor. Ugye ezért írtuk meg, hogy le tudjuk ellenőrizni, hogy két pont ugyanaz-e, vagy sem. És ugye ez az, amit itt látunk. Jó, és itt már ezt használjuk is. Tehát egyszerűen megnézzük azt, hogy az a pont, amit hozzáadunk, az ugyanaz, mint az utolsó. Tehát ne, egymás ut ne tudjuk egymás után kétszer ugyanazt a pontot hozzáadni. Ennyire egyszerű. És így simán dobunk egy ilyen kivételt. Uh, hát ugyanaz, mint az előző. Előző pont. Ja. Jó, tehát dobunk egy sima kivételt. Na, és akkor most megnézzük azt, hogy, hogy párhuzamosak-e ezek a pontok, ehhez pedig kell egy ilyen, felveszünk egy ilyen multipusú változót, ami megmondja, hogy, hogy párhuzamos vagy sem, és akkor itt jön ki ez a line intersect függvény, amit mindjárt be, bemásolok, és akkor látjátok, ami igazából tényleg csak annyit, hogy, hogy egybeesnek -e ezek a, a, a poligonok, vagy, vagy vertexek, hát ahogy, ahogy nevezzük. Ez pedig ugye a, megint csak a pontokra nézzük meg. Ugye egyrészt megnézzük a utolsó pontra, megnézzük a pontra, meg az előtte lévő előtte lévőekre. Így van, így van. Jó, mondom, ez tényleg ilyen nagyon obszkűr dolog. Nem is feltétlenül akarnék ezzel foglalkozni. Itt tényleg csak erről van szó, hogy, hogy megnézzük ezeket a pontokat, hogy hogy egybeesnek, tehát ezek a pontok által meghatározott egyenesek, egybeesnek e vagy sem. Jó? Ennyit igazából a lényeg, csinálok itt egy sortörést, hogy látszódjon, és reméljük, hogy nem írtam el. Jó, és itt átadjuk paraméterül ezt a paralelt, és hogyha ez a paralel igaz rá, tehát igaz lesz, akkor dobunk egy kivételt. élek egybeesnek. Mondjuk. Jó, hát nem biztos, hogy ezt most olyan mélyen ki fogjuk tesztelni. Ö, legyen egyelőre, egy előre ennyi elég ehhez a dologhoz. Jó. Oké, és tehát itt szépen megnézegetjük, hogy, hogy működnek-e. Reméljük, hogy, hogy ez így, így jó is lesz. Oké, ez az egyik. A másik meg meg kell néznünk ismét, hogy ö, párhuzamosak-e, már hogy keresztezik -e egymás, mert most azt néztük meg, hogy egybeesnek-e, most egy azt nézzük meg, hogy kereszteznek -e. jó? Megint ugye a minden egyes pontra, i, kezd már este lenni nálam is, jó, és akkor itt nézzük meg ezt a ezt a dolgot, ezt föl kell vennünk egy pontot, amiben majd ami kell a teszteléshez, mondom, tényleg nem akarok itt most belemenni, ugye ez a kereszteződés, és ugye itt ellenőrizzük megint ugye a pontokra, Hát hasonló, gyakorlatilag ugyanazokra a pontokra, csak itt most nyilván minden egyes pontra meg kell néznünk. Ugye az mp-1, illetve a p, illetve, ugye azokra a pontokra, amit a, a ciklus meghatároz, tehát a point i-1, illetve a point i. Jó, és át kell neki domnunk ezt az ignort, csak hogy ugye már az algoritmus így működik, és hogyha ez igaz, akkor megint dobunk egy kereszteződési hibáz. Kereszteződés. Így van. Jó. Tehát igazából most még csak hiba kezeltünk, meg ellenőriztük, hogy rendben van-e, és hogyha rendben van, akkor egész egyszerűen hívjuk a closed polyline-nak a ad függvényét, és hozzáadjuk ezt az egy pontot. Jó, tehát e, tulajdonképpen ugye itt van a poligonnak az ad függvénye, itt csak hiba kezelünk, meg ellenőrzünk, hát nem is hiba kezelünk, mert igazából csak hibákat dobálunk, de itt ellenőrzünk, hogy, hogy rendben van-e, és hogyha rendben van, akkor hívjuk az ősosztály függvényét, és készen is vagyunk. Jó. Na most, amit én itt akarok még csinálni, hogy akkor bekopizom ezt a függvényt, két függvényt pontosabban, és akkor lehet, hogy föl is villan nektek itt egy pillanatra, hogy mennyire gyönyörű. Jó, tehát itt van a line intersect, tehát tenet. de hát ez ilyen, illetve itt van a line segment intersect, hát ez is gyönyörű, megkímélnének titeket ettől, hogy ezt itt most nektek meg kelljen nézni, nemhogy megírni, megnézni. Jó. Úgyhogy akkor, ha minden jól ment, akkor az ed függvényünk az rendben van, és akkor még kéne itt ugye a a drawlines függvény, ami még igazából csak egy, egy hiba kezelés lesz. Ma a, a fő dolog. Hiszen azt nem, enged, nem fogjuk azt megengedni, hogy háromnál kevesebb pont legyen. Igazából ennek csak ennyi a lényege. Drawlines const és itt tényleg csak hiba kezelünk. Ha kisebb, mint három, akkor... Dobunk egy ilyen kivételt, hogy kevesebb, mint három pont a poligomba. Egyébként meg simán használjuk a Close Polyline-nak ugye a Drawlines függvényét hiszen az pontosan azt fogja csinálni nekünk, amit ami, ami egy poligonnak, ahogy egy poligonnak ki kell néznie, hogy egy poligont meg kell rajzolni. Na, és akkor a puding próbálja az evés, <kül> próbáljuk ki. De megint csináljuk a könyv szerint. Hát, még akár jó is lehet ez a poligonra is. Ja, akár még jó is lehet, úgyhogy akkor ezt simán csak átírom poligonra. Aztán nézzük. Reméljük nem lesznek hiba hegyek. Lemaradt a függvényhívó operátor. Így van. Jól néz ki. Működik is. Próbáljuk már ki, mondjuk két pontra. Vagy akkor mit mond? Aha, itt dobja a kivételt. Látjátok, hogy kevesebb, mint három pont a poligomba. Tehát ez működik. Esetleg kéne egy olyan pont, ami keresztez. És akkor szerintem ezzel ki is fog jönni a bug, amit majd ki kéne javítani. Nézzük meg, hogyan is néz ez ki, mert kéne egy jó koordináta. És tehát ez a négy pont van hozzáadva. Ez a 100-100. Oké. Okay. 300-200. És kéne egy pont mondjuk ide. Oké, okay. ez mondjuk ilyen 170-400, mondjuk 200-400, próbáljuk ki. Hát mondjuk így is jó. Alapvetően. Hát ez nem sikerült. Cseréljünk meg az utolsó kettőt? Hát cseréljük. Á, igen, és itt a bug, ugyanis itt most szerintem megint az van, mint az előbb, hogy az utolsót nem ellenőrzi. Ugye, mivel hogy az open polyline-nak a, bocsánat, a Close polyline-nak a drawlines függvényét használjuk, ezért az utolsót nem fogja ellenőrizni. Ugye ezt beszéltük az előző órán, hogy ö, itt, itt bugos a, a poligon rajzolónk, mert azt nem ellenőrzi le, hogy az utolsó is az első pont az... Ö, az keresztezi -e egymást, ha ott, ott vonalat húzunk, vagy keresztezi a -e, más vonalat. Viszont hogyha ezt, hát, most nem akarok kísérletezni, mert ez már elég hülyén néz ki, de mondjuk megint megpróbáljuk ezt egy kicsit megint előrébb hozni. Nem, itt is az utolsó pont az, ami rossz. Jó, meg fogok, fogok agyalni egy olyan eh, poligonon. meg néztünk is a múlt héten előtt, amikor hibát dobott, tehát igazából működik. Mondom, tényleg itt az a, az a gond, hogy azt nem nézi meg, hogy az utolsó és az első pont között húzott egyenes, az kereszteze más egyenest. Eh, mert itt tényleg csak addig megyünk, amíg eh, hol is van, itt vagyunk, hogy eh, tehát azokat nem nézi. És ez szerintem itt van. Igen, itt az elsőtől megy az utolsóig. Ide még kéne egy line segment intersect az utolsó és az első között. Mert az az, ami hiányzik. Jó. Hát, most mondanám, hogy ezt feladom egy feladatnak. Szerintem amúgy tök jó ezt kidibagolni. Szerintem csak itt kell belekotorni egy picit. Aki érez rá ingerenciát, az nyugodtan csinálja. Lehet, hogy nem jó ad függvényt használunk. Várjatok már. Mert, hát ezt a pointot most már becsukom. Aha, lehet, hogy emiatt, hogy ugye ezt használjuk, persze ez a shape az add függvényét fogja hívni. Srácok, szerintem itt nem lesz jó a, ez a konstruktor, mert ez, ez nem fog ellenőrizni. Polygon, visszaírom itt, amit, jó, ez itt visszaírtam, és szerintem ez már fog ellenőrizni, próbáljuk ezt ki. És akkor itt lehet, hogy a, oké, okay, eddig rendben van, na és akkor most csináljunk egy kis káoszt. Ezt ugye áthoztuk ide. Jó, na nézzük most. Uh -huh. Hát még mindig nem az igazi. Próbálok kereszteződést csinálni. Na most meg jó lett. Nézzük csak még egyszer. Jó, ezt fogom áttenni. 150. Százra. És ha most se dob hibát, akkor valami más probléma van. Á, na most már jó, na most már jó. Jó, akkor alapvetően, na még ezt azért kipróbálom itt, hogy ez itt problémás-e, mert akkor szerintem megvan, hogy mi a gond. Szerintem megvan, hogy mi a gond. Hát, csak legyen már egységes, akkor ide is bedobom a pointot. Uh -huh. Na megvan, azt hiszem, hogy mi a gond. Úgyhogy most már akkor felélegezhetünk. Ugye az van, hogy ebben az esetben, ugye ez az inicializáló listás konstruktor fog nekünk működni, ami ugye delegálva van a close polyline-ból, ami ugye az open polyline-ból, ugye az open polyline nek használja a shape-nek a, a, sima inicializáló listás konstruktorát, és ha itt megnézzük a shape-ben, akkor ugye ez a sima konstruktor csak annyit csinál, hogy hívja a saját ed függvényét jó? Hívja a saját ed függvényét, ami esetünkben az ég a világon semmit nem ellenőriz. Jó? Tehát a sépnek az ed függvénye az nem ellenőrzi le, hogy van-e kereszteződés. Jó? Ellentétben a poligonnak az ed függvényével, ami ugye ellenőriz. Jó? Tehát itt igazából nem lesz jó az, hogyha a close polyline-nak a konstruktorait használjuk, hanem itt vagy azt csináljuk, hogy hát nyilván ezt le kell tiltanunk, tehát ez nem, nem lesz működik, nem fog működni, hanem saját konstruktorokat kell írni. Jó, saját konstruktorokat kell írni, és ott hívni a, a megfelelő függvényeket, kiavítjuk majd. A lényeg az, hogy így nem lehet használni akkor a poligont egyelőre eddig jutottunk, nyilván folytatjuk, gondolom rengeteg kérdésetek van, úgyhogy fogunk még ezzel foglalkozni sokat. Alapvetően laborokon is beszélgetünk róla nyilván, úgyhogy gyertek jövő héten, jövő héten, gyertek a héten laborra mindenképp, hiszen, hiszen azért sok kérdésetek lehet, és akkor jövő héten folytatjuk a téglalappal, illetve akkor megnézzük ezeket a névtelen objektumokat, meg, szöveg ez az amaz. Szerintem jövő héten lesz időnk, mert mert a jövő heti anyag egy picivel rövidebb ennél, szóval be fogjuk tudni fejezni jövő héten. A, nyilván a többi, többi objektummal. Jó, na, úgyhogy én elköszönök. Nagyon szépen köszönöm, hogy hogy most így ebbe az esti sessionbe is ilyen sokan itt voltatok. Kívánok nektek további szép estét, szervusztok!